megvan-e minden vendégünk, legalábbis ennél az asztalnál, szép teltházasak vagyunk, én is háttérben. No, működünk? Kedves vendégeink, meghívott partnereink, érdeklődők, tisztelettel és örömmel köszöntöm Önöket itt az ABB-nél, és természetesen azokat is, akik online kapcsolódnak be a mai rendezvényünkbe. Engedjék meg, hogy bemutatkozzam. Bredán Csaba vagyok, a magyarországi ABB energetikai üzletágának kereskedelmi igazgatója. Mai rendezvényünk egy visszatérő esemény sorozatnak a része, amelyre már hagyományt építettünk az ABB-nél szélesebb körben, és büszkék vagyunk arra, hogy Magyarországon is részese vagyunk az elektromobilitásról megemlékező, azt feldolgozó, azt végig gondoló esemény sorozatnak. Az elektromobilitás számos kiemelkedő szereplője tisztelt meg bennünket azzal, hogy ma ennek a hosszú egyvonalas kerekasztalnak részesei lesznek, és a szaksajtó kiváló képviselőit is köszöntjük a sorainkban, illetve szintén online eléréssel. Ez a nagyszámú meghívotti kör és az érdeklődés igazolja azt, hogy az elektromobilitást érdemes a figyelmünk középpontjában tartani. Nem készültem hosszú bevezetővel, hiszen nem azért érkeztek Önök, hogy engem hallgassanak, de azért pár szót az elektromobilitásról mondanék. Elsősorban abban a gondolatkörben, hogy miről is beszélünk mi, amikor elektromobilitásról beszélünk valójában. Megpróbáltam felcímkézni a fogalmat, és az alábbiak jutottak először eszembe erről. Egy trend, esetleg kihívás, lehetőség, fenntarthatósági eszköz, egy ipar, álom, egy nagy kérdőjellel a végén, tévedés? Ezt is egy kérdőjellel írtam föl erre a listára, esetleg és biztosan megoldás. Hogy melyik lenne a legpontosabban ráilleszthető kifejezés, erről is lehetne órákat beszélni. A mai témafelvetésünknél azonban mást helyeztünk fókuszba, és pedig azt, hogy milyen is az elektromobilitás lakva. Talán furcsa szó ebben a témakörnyezetben, illetve ebben a társulat, ebben a körben, ahogyan erről beszélgetünk, de miért is lehetne ez kérdésként föltehető? Hogyan éljük meg az elektromobilitás jelenlétét? A szakmánkban, az életünkben, a családunkban, a hétköznapjainkban, a munkánkban. És biztosan állíthatom, hogy nem egy egyszerű jövőbeli dologról van szó, mert itt van közöttünk, éljük, használjuk, szeretjük, vagy éppen nem szeretjük. Ráadásul már lassan 200 éve, amikor az első elektromos hajtású járművet, személygépjárművet összeállították, elkészítették. Na jó, ez még csak mondhatnánk azt is, hogy egy technikai gondolati csíra volt, de valójában létezik már 200 éve a gondolat, miért is ne lehetne elektromossággal hajtani a járműveinket, az eszközeinket. Az ABB egyik alapítója, a svédországi ASEA ABB, vagy AB, az erőművek számára gyártott gőzturbinátor szintén hamar eljutott a nagysebességű villanymozdonyok fejlesztéséig és gyártásáig. Ugye, hogy itt is elektromobilitásról beszélünk? Milyen régóta van ez közöttünk, és vajon meddig marad? Egy olyan témáról lesz tehát szó ma, amely egyáltalán nem ma született, de napról napra fontosabb eleme a közbeszédnek, a mérnöki világ gondolatainak, fejlesztéseinknek, éljük és használjuk, és a jövőnket tervezzük vele. Ezen a ponton át is adnám a szót Tibornak, témavezetőnknek, hogy ezt a mai igen érdekesnek ígérkező együttlétünket és gondolatainkat koordinálja, vezesse. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen én is ezt a remek felvezetést, illetve üdvözlök mindenkit a hallgatóságban és az online megjelenteket is. Talán ma már nem állom az elektromobilitást, legalábbis én úgy élem meg saját magam. A villanyautósok.hu főszerkesztője vagyok, és civilben gyakorló villanyautós lassan már 10 éve, és szinte hihetetlen, hogy már 10 éve itt van velünk ez az új technológia.
mármint olyan technológiaként, ami nem csak álom, nem csak egy jövőbeni valami, hanem amit a mindennapokban is tudunk használni. Akkor jelentek meg az első villanyautók Magyarországon, a Nissan Leaf-ek, a Teslák, meg a kis buborékautók, amit mindenki ismer valószínűleg. És nekünk, akik valószínűleg itt a asztalnál ülök is nagyon sokan, a mindennapokban élik ezt a világot, nekünk furcsa talán, de a nagy tömegek csak most vagy ezután fognak becsatlakozni és találkozni ezzel a technológiával, ezzel az újdonsággal. Nekik nyilván rengeteg segítségre lesz szükségünk, mi azért vagyunk talán itt mindannyian, hogy ezt megtegyük. Ma már azért szerencsére nekik is van lehetőségük, ha csak más nem nézünk, akkor az elektromos autóbuszok kapcsán, amik itt a fővárosban is, és most már viszonylag sok nagyvárosban futnak az utakon, de akár elektromos taxikon keresztül, vagy az autó megosztott szolgáltatásokon keresztül, hogy saját tapasztalatokat szerezzenek az elektromobilitással kapcsolatban, de akár gondolhatunk itt a robogókra, vagy rollerekre, vagy elektromos kerékpárokra is. 10 éve, amikor ez az egész elindult, akkor tulajdonképpen még csak személyautók voltak a piacon, és néhány egyszerű töltési megoldásról beszélhettünk. Én mikor az első autómat hazavittem, akkor nekem eszembe se jutott, hogy ezt valahol máshol is lehet majd tölteni. Kaptam hozzá egy töltőt, bedugtam a konnektorba, és boldog voltam, hogy reggelre föltöltött az autó. Nyilván ezen kívül voltak utcai gyors töltők, 22 kilovatos teljesítménnyel, amit természetesen az akkori autók még nem tudtak kihasználni, illetve volt néhány villámtöltő is. Én, ha jól tudom, akkor itt Budapesten az első, azt mondta, egy ABB oszlop volt. Mai viszonyokhoz képest egy relatíve egyszerű világban éltünk akkor. Bedugtam a kábelt, és működött. Nyomtam a gombot a töltőn, esetleg ha erre szükség volt, és elindult a töltés. Nem kellett applikációval, fizetéssel, roaminggal, minden egyébbel kínlódni. Nyilván a másik oldalon ott van, hogy sokkal kevesebb töltő is volt, és a lehetőség is kevesebb volt ilyen szempontból. Ma már azért szerencsére ennél sokkal szélesebb a lehetőségek tárháza. Okos otthoni töltésre van lehetőség, ma már a társasházakban is megvan a technikai lehetőség arra, és egyre inkább a jogi is, hogy megvalósítsanak olyan töltőrendszereket, amik nyilván kifizethetők, és technikailag is egy már meglévő társasházóval építhetők. És annyit fejlődött a világ, hogy ma már nem csak a városban akarunk elektromos autóval közlekedni, hanem hosszabb utakra is elektromos autóval indulunk, villanyautóval indulunk. És nyilván ennek a szélesebb körnek, akik ezt a technikát használják, az 50 kW-os töltők sem megfelelőek. Egyszerűen nem megoldás az, hogy egy másfél órán keresztül álljunk az út szélén egy töltőnél, ennél sokkal nagyobb teljesítményű töltőkre van szükség. De nem csak amiatt, mert az autósok kényelmesek, hanem amiatt, mert egyre nagyobb akkumulátoros járművek is a piacon vannak, az utakon vannak. Gondoljunk itt a buszokra és a teherautókra, amikben nem 50-100 kWh, hanem 200-300 kWh, vagy akár még nagyobb akkumulátorok is vannak. Tehát eljött az idő arra, hogy sokkal nagyobb teljesítményű töltőkkel lássuk el az utakat. Gyorsan elrepült ez a 10 év, és ahogy látjuk, azért óriásit változott a világ is. És az autók számából is következik, hogy ma már nem meglepő az, hogyha beállok egy üzletparkolójába, és ott az én autómon kívül két-három másik zöld autó, zöld rendszámos autó is áll. És nyilván az sem meglepő már, hogyha egy rollerrel elhúz mellettünk valaki, elektromos rollerrel elhúz mellettünk valaki. Ami változatlan, az a töltési igény. És itt az asztalnál ülők is rengeteg különböző területről jöttek, de a töltés mindannyiunkat összeköt. Erre mindenkinek szüksége van, és ez az, amiről fogunk tudni majd itt remélhetőleg beszélni egy kicsit. És akkor megragadnám a lehetőséget, hogy bemutassam a mai vendégeinket. Dr. Barczi Veronika, a BEV Mobil Kft. Ügyvezetője, aki a Jövő Mobilitása Szövetség képviseletében vesz most része beszélgetésen.
Németh Eszter, az Árvál Kft. Kereskedelmi igazgatója. És a hölgyeket most előre venném. Patai Krisztina, a Waberers Green Division és a PMO fenntarthatósági üzletági igazgatója. Krukina Vince, a Volánbusz ZRT vezérigazgatója, és a vendéglátó képviseletében Márgus Norbert, a digitális és elektromos üzletág, elektromobilitás üzletágért felelős szakembere. Bocsánat, Ági. Németh Ágnes a Magyar Elektromobilitás Egyesület elnöke, akit én kérek elnézést, kifelejtettem. A beszélgetés menetét azt nagyjából úgy képzeltük el, hogy először egy-két olyan kérdéssel indítanánk, amit mindenkinek a véleményére kíváncsi lennék, vagy lehetünk. Utána majd az egyes területekről külön-külön beszélgetünk egy kicsit, majd megint lezárjuk egy-két általánosabb kérdéssel. És biztos vagyok benne, hogy a közönségnek rengeteg kérdése lesz, de azt szeretném kérni, hogy ezt a beszélgetés végéig kicsit tartsuk vissza, és akkor majd akkor egyben megkérjük a vendégeinket, hogy válaszolják meg ezeket a kérdéseket. Itt a beszélgetés elején vagy előtt megállapodtunk, hogy a tegeződő formát választjuk, az egyszerűség kedvéért talán egy kicsit gördülékenyebb lehet ez a beszélgetés. Indításként tudtok arról nekem mesélni, hogy hogyan és mikor csöppentetek bele az elektromobilitásba, illetve a cégnél, amit képviseltek, hogyan merült fel az elektromobilitással való foglalkozás gondolata? Akár mehetünk sorba is. Én is üdvözlök mindenkit. Köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetünk. Én 5 éve foglalkozom elektromos autótöltőknek a forgalmazásával a webmobil.hu keretében, és most, hogy Tibor feltette ezt a kérdést, visszagondoltam, hogy mikor találkoztam először a villanyautózással, az szerintem 2015 tájékán volt, mert hogy a tulajdonos társ, akivel együtt dolgozom, aki nem mellesleg a férjem is, ő több mint 20 éve foglalkozik autóipari képzésekkel, és 2015-ben volt az első alkalom, amikor villanyautókról tanulhatott, talán éppen Frankfurtban, és ő volt az, aki szuperlatívuszokban beszélt arról, hogy végre egy jó irány az autóiparban, végre nem egyre bonyolultabbak lesznek ezek a gépkocsik, hanem egyszerűsödnek, és hatékonyabbak lesznek. Úgyhogy aztán ez a lelkesedés átragadt rám is, és 2018-tól ezzel foglalkozom gyakorlatilag főállásban. Emellett gyakorló villanyautós is vagyok, most az is nagyjából 5 éve, tehát azért annyi tapasztalatom nincs, mint neked, de ha minden jól megy, akkor a jövő héttől az 5. villanyautónkat koptatjuk, úgyhogy teljesen magával ragadott ez a témakör. Én is köszönöm, hogy itt lehetek. Én az Arval Magyarország képviseletében jöttem. Az Arvalnál mi közel 7000 autót flotta kezelünk és tartós bérletben működtetünk, finanszírozunk, és ezeknek az autóknak egyre nagyobb része lesz elektromos, illetve hibrid meghajtású. Jelenleg ez körülbelül úgy néz ki, hogy a megrendeléseink olyan 5%-a már teljesen elektromos, és körülbelül ilyen 30-40% a hibrid aránya. Azért mindig ez egy kicsit változik annak függvényében, hogy éppen ez hogy alakul, úgyhogy nekünk így a működésből kifolyólag úgy mondadja magát, hogy kövessük ezeket a trendeket, illetve próbáljuk ezt egy kicsit vezetni is, ezt a trendet, a maradványértékározással, amivel mindig egy kicsit kedvezünk a villanyautóknak, hogy ezzel is jobb havidíjért tudjuk az ügyfeleket kiszolgálni, és egyre több villanyautó legyen az úton. Ami itt egy kicsit még sok ügyfelet aggaszt, az pont a töltés. Úgyhogy nagyon örültem a meghívásnak, hogy erről tudjunk beszélni, hogy a személygépjárműveknél és a kis terautóknál mik az aggodalmak, mi az, amikre keressük a válaszokat. Az, hogy végre nem egy társaságban vagyok, ahol is ilyen evangélium. Van, mert több mint egy éve csöppentem be, ahol kíváncsi is helyen.
kérdés azért része volt. És a Columbus-tak volt. Elnézést, ez a mikrofon nem működik. Éreztem, hogy ebben azért mégiscsak van lehetőség itt az autóbuszos közösség közlekedés, ezt a területet, ezt a témát elmélyíteni. A jó hír az az, hogy amit középhosszú távok lesznek, láthatóak nem pillanat támogatás. Nagyon sok olyan kérdéskör van. Megítélés. A társaság. És azt mondom. Majd a részletekről mindjárt beszélünk egy kicsit bővebben is. A cégcsoporton belül az elektromos járművek töltési megoldásainak fejlesztése az 2010-től kezdődött, az energetikai üzletág részeként ugye az e-mobilitás divízió megalakult, és ami jó magamat illet, ha nem volna elektromos, tisztán elektromos céges gépjárművem, akkor én a magán szférában, vagy a magán területen, hogyha városi közlekedésről beszélünk, vagy nagyjából egy ilyen napi 250-350 kilométeres hatótávról, akkor mindenképpen elektromos járművet választanék. Ha pedig ennél nagyobb távolságok megtételéről beszélünk, akkor őszintén bevallva inkább egy jó plug-in hibrid mellett esne a választásom, mert azzal tudnék stresszmentesen, aggodalmak nélkül egy hosszabb útra elindulni, hogy ne kelljen amiatt stresszelnem, hogy hol fogok tölteni, milyen töltőt találok, éppen foglalta az a töltő, ahol megállok. És ugye az idő a mai felgyorsult világban az egyik legértékesebb erőforrás, így nyilván mindenki az előtérbe helyezi ezt. Akkor végül, de nem utolsó sorban, én sok szeretettel köszöntök mindenkit. Köszönjük szépen mi is a meghívást. Német Ági vagyok, a Magyar Elektromobilitás Egyesület elnökeként veszek részt a beszélgetésben.
Mi magánszemélyként, családként csöppentünk az elektromobilitás világába 2018 novemberében, akkor vettük az első elektromos autónkat. Hát ezt azért akkoriban egy jó fél éves, minimum fél éves alapos kutakodás előzte meg, köszönhetően a villanyautósok.hu szerkesztőségének, és ugye ők már akkor is rengeteg hasznos cikkel látták el ezt a világot. Illetve a sok-sok fórumnak, ami a social médiában jelen van, nagyon-nagyon-nagyon sok tapasztalatot adtak át már akkoriban is a villanyautó felhasználók. Ez szerintem azóta csak fokozódott, és aztán ahogy folyamatosan használtuk az autókat, belekerültünk ebbe a körbe, megismertünk egyre több embert találkozókon, előbb-utóbb felmerült az igény arra, hogy ezt a világot nem csak tehát a magánszemélyek nem tudják képviselni. Mind a közösségben, mind pedig a villanyautó felhasználók körében meglett az igény arra, hogy egy szervezet, egy képzett csoportosulás próbálja képviselni a tulajdonosokat. És akkor nagyjából egy másfél évvel ezelőtt jött az ötlet, hogy jó lenne egy szervezetbe tömörülni, és nagy örömmel számolhatunk be róla, hogy körülbelül egy évvel ezelőtt meg is alapult az egyesület. Azért nézek többször Tiborra, mert nem titok, ő is, illetve a villanyautósok.hu szerkesztőségéből többen is mind az alapító tagoknak tagjai, illetve azóta az egyesület tagjai között is nagyon sok ottani emberke található, úgyhogy mi alapvetően azt tűztük zászlónkra, hogy a felhasználói oldalról tudást adjunk át, nem csak tudást, hanem a problémákat is el tudjuk mondani, és segíteni tudjunk sok-sok embernek, aki ezt igényli. Szerintem vissza is fogom adni, hogy a mikrofont. Mi volt az a terület, ahol a legnagyobb ellenállást, a legtöbb problémát éreztétek a saját környezetetekben az elektromobilitással kapcsolatban? Tehát ahol mondjuk kollégákat meg kellett győzni, akár házastársat meg kellett győzni, vagy egymást meg kellett győzzétek, hogy ez igenis működik, vagy amit nem értettek sokan a környezetetekben előtte? Ugye nálunk házastársat nem kellett meggyőzni, inkább a férjem volt az, aki elindult ezen az úton, és ezzel sem árulok el szerintem nagy titkot, mint nagyon sokan. Első sorban mi a költséghatékonyság miatt vágtunk bele az elektromobilitásba. Nyilván ezt nem kell agyonmagyarázni senkinek sem, matekban általában az emberek jók, egész jól ki tudják számolni, hogy benzinből, gázolajból mennyit fogyaszt egy autó, ezt át lehet szépen váltani elektromos áramra is. Szerintem napokig lehetne mesélni arról, hogy milyen sztereotípiákkal vannak az emberek, mennyi, és annyira rossz, mert mindig úgy kell kezdeni, hogy nekünk védekeznünk kell. Tehát nem az van, hogy szépen el tudom mondani, hogy ez mennyire jó, mennyire csöndes, környezetkímélő, egyszerű, olcsó, tényleg problémamentes is tud lenni, hanem állandóan védekezésre kényszerülök. Jönnek azzal, hogy mert nem lehet elmenni egy seggel 1000 kilométert, bocsánat. De nem is kell. Én értem, felgyorsult világban nagy távolságokat teszünk meg, de egy nagyon jó példával tudok most szerintem szolgálni. Most jöttünk haza családdal külföldről, Olaszországban voltunk nyaralni augusztus közepén. Egy Kia Niroval jöttünk haza, egy 64 kW-os akkumulátoros autóval, és kettőször álltunk megtölteni. Egyszer 23 percre, akkor már én szóltam a gyerekeknek, hogy menjünk, mert már túl sokat töltött az autó, a következő töltési pontunkhoz már túl van töltve a kocsi, és haladjunk. A következő töltési pontunk Grácznál volt, egy nagyjából 30 percet álltunk. Ezen kívül a gyerekek miatt még kettőször kellett megállnunk ezen a 630 kilométeren. Nyilván mindenkinek más élethelyzete van, tehát ahol nincsenek gyerekek, és tényleg aki éjszaka levezeti az 5-600 kilométert, őt nem lehet úgymond meggyőzni erről, hogy sokkal kényelmesebb kinyújtózni 5 percet, 10 percet állni. Nem kell ugye messzire menni, Tibor, ahogy említette, hogy az egyre újabb villanyautóknak már akkora akkumulátora van, és olyan töltési teljesítménnyel rendelkeznek. Nekik már nem kell ezt a 1-1,5 órát állni. Gondoljunk például megint csak a Kia példájával élve az EV6-osra, ott egy 18 perc alatt fel lehet tölteni az akkumulátort. És tudjátok, mi a vicces? Nagyon sokan nem gondolnak bele, hogy akik benzinkúton tankolnak, azt hiszik, hogy ők 5 perc alatt tankolnak, fizetnek és tovább mennek. És nem. El kell kezdeni mérni az időt, és akkor döbbensz rá, hogy jé, tényleg legalább egy negyed óra
mire a benzinkúton megtankolom az autót, a shopban vásárolok, elmegyek mosdóba, megiszok egy kávét, ennyi idő alatt az EV6 magába szív következő 250 kilométert. Tehát szerintem az egyik legnagyobb sztereotípia a villanyautózással szemben az, hogy nem lehet vele messzire elmenni, de jelentem, igen, el lehet menni elég messzire. Ugye én külföldön dolgozom, és ilyen telekocsiként... Jó, rendben. Igen, de én folytatnám ugyanezt a gondolatot, tehát a hatótáv és a töltési idő sztereotípiája, ami továbbra is a fejekben még itt legnagyobb aggodalomként szembe találkozunk vele felhasználói oldalról. Tehát mindaddig, amíg egy 5-600 kilométeres hatótávot mindig és minden körülmények között nem tudok megtenni egyetlen töltéssel az autóval, addig mindig is benne lesz az emberben egy ilyen alapstressz vagy feszültség érzés, hogy úristen, tankolnom kell, hol fogok tudni tankolni, az milyen töltő lesz, mert ugye ennek a másik hátulütője, hogy jelenleg még az ilyen 100 kW fölötti gyors töltő állomások, amikkel akár 10-20-30 perc alatt tényleg bele lehet tankolni az autóba ilyen 2-300 kilométernyi hatótávot, az Magyarországon mondjuk például még nagyon minimális, tehát szerintem ilyen 10-20 darab nyilvános töltőállomásnál nincsen több, ami 100 kW fölött tud tölteni. Persze Európában viszont ott már inkább ez a trend, hogy a 100 kW fölötti töltőállomásokat telepítenek, és a kisebb gyors töltők már mennek ki úgymond a forgalomból. Köszönöm. Nehéz gépjárművek terén egy kicsit más a helyzet. Nekünk három fő nehézségünk van. Talán az első a legsúlyosabb, ugye, ami a pénzügyi oldalt illeti. Itt még azért elég új a technológia, és ugye új technológiai innováció révén hatalmas többletköltsége van, és az a nehézség, hogy hogyan tudjuk ezt a költségtöbletet valahogy ellensúlyozni, melyik az az operáció, ahol a legkönnyebben be tudjuk illeszteni költség oldalon. Ugye jelenleg van egy nagyon magas CAPEX költsége, ami hát inkább nem is mondok konkrét számokat, hogy ne riasztak el senkit. Ugye ez az egyik elem a költségtöbletnél, de pedig a másik elem pedig a javítási és karbantartási többletköltség, ami meglepő lehet itt, látom az arcokon, amíg esetleg egy személygépjármű esetében ez nem igaz. Sajnos a jelenleg a nehéz gépjárművek esetén jóval nagyobb karbantartási költséggel állunk szemben. Így ezt mondanám így a legerősebb elemnek. A hatótáv és a terhelhetőség is egy olyan dolog, amit gondolkozni kell, de abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy hatalmas fuvarportfóliónk van, így tudunk találni olyan megbízásokat, vagy olyan operációt, ahol ezeket a járműveket könnyebben tudjuk illeszteni, úgyhogy ezt annyira nem mondanám nagy nehézségnek. És a harmadik elem pedig a töltő infrastruktúra, és ez is kicsit más szerintem a személy gépjárművekhez képest. Ugye a nehéz gépjárművek töltésére alkalmas infrastruktúra még elég szegényes, tehát hogy sokszor olyan triviális dolgok hiányoznak, ami nem biztos, hogy eszébe jut mondjuk egy telepítőnek. Ezért nagyon örülünk neki, hogy itt lehetünk, és elmondhatjuk ezeket a dolgokat. Csak így gyorsan egy-két dolgot felsorolva, például, hogy jóval nagyobbak ezek a járművek, és egyszerűen nem férnek be az autók sajnos a töltőhöz, vagy nem tudnak olyan ívbe odafordulni, vagy bekanyarodni nem tudnak, vagy kijönni nem tudnak. Ilyen eset is volt, amikor például egy tető volt a töltő fölött, ami nagyon szuper, csak éppenséggel mondjuk 3 cm hiányzott ahhoz, hogy a mi járművünk beférjen, és sokszor egyszerűen nem alkalmas maga a töltőfej, vagy nem kompatibilis a járművekhez, úgyhogy jelenleg ez is egy szűk keresztmetszet, úgyhogy most ezt a hármat emelném ki. Köszönöm szépen, hogy az előttem szóló is mondta, vállalati logikába kell nézzünk ezt az egész elmobilitás kérdéskört, az elektromos buszokat, és ugye azt kell megnézzünk valóban, hogy nálunk ugye a helyettesítő termék, ugye van a dízelbusz, és van az elektromos busz, és valahol azt kell kiszámolnunk, hogy ám TCO alapján melyik kéri meg, ami ugye a dízelbuszok esetében az ECI az 10 év, vagy azt pedig elmegyünk 15 évig, és akkor innentől kell föltennünk a következő kérdésköröket, hogy oké,
akkor a dieselbusz az TCO-ba 10 év alatt, vagy nagy Isten 15 év alatt ennyibe kerül, capex, opex, és ott az elektromos busz azzal, hogyan nézünk ki. És akkor, hogy ezeket elkezdjük számolgatni, akkor nyilván az jön ki, és a capex ágon nem csupán az elektromos járműveket kell nézni, a mi esetünkben a töltő infrastruktúrát is, mert hogy ugye pontosan azok a problémákkal szembesülünk mi is, hogy a nyilvános töltők esetében de nem férünk oda. Úgyhogy nekünk van egy elég magas capex águnk. Na és akkor innen jön a matek, hogy igazak-e a következő állítások. Nekünk a tapasztalatunk az, hogy a karbantartás esetében az elektromos buszok jóval kedvezőbbek 15 év, a TCO-t kiveszem 15-20 évre, mint a dízel buszok. Valószínűleg a Weber RC abban a szerencsés helyzetben, hogy 4 évente egy új busszal szembesül, és nyilván 4 éves autóbusztak a karbantartási költség az jóval kedvezőbb, mint mondjuk ami kiváló 10-15 éves, vagy akár 20 éves Ikarusz buszunk. De mindegy, mert matek oldalon nekünk így kell ugye hozzáállni. A másik fontos tétel, hogy amit mi a Volánnál képviselünk, hogy nem egy magában kell nézni az elektromos buszokat. Tehát mi mindig egy komplex rendszerbe helyezzük be. Tehát azt mondjuk, hogyha, és itt már maga a megtérülés már egészen jó, azt mondjuk, hogy van egy saját töltőállomásod, elektromos buszod, de abból is kell minimum 100-150-200, és van egy saját termelőüzemed, érdésmond napellem, akkor 15-20 éves TCO már kiváló számok jönnek, és akkor már működhet is maga a vállalati logikában a megtérülési ráta. Nyilván maga a tulajdonosokat is, és a vezető testületeket is meg kell győzni erről, mert azért valóban egy újfajta technológia, hogy ez rendben van. Különösen úgy, ahogy itt említették, egy fontos kérdéskör, és majd nyilván lehet beszélni, hogy a finanszírozási kérdése. Jelen pillanatban minden ilyet EU-s támogatással veszünk. Megítélésem szerint nem jók azok a projektek, amit nagyon EU-s finanszírozásban a vállalat nincsen rászorulva arra, hogy technológiát váltson, modernebb rendszereket alakítson ki. De a probléma az, hogy ezeknek a finanszírozása, jelen pillanatban a banki finanszírozás vagy leasing finanszírozása az nincsen megoldva, és egy vállalati logikában a finanszírozás az legalább olyan fontos, mint maga a termelőeszköznek a biztonságos üzemeltetése. Úgyhogy hosszú távon a jó ír szerintem rendben van, ott nem is nagyon kell győzködni. A nehezebb dolog, hogy nekünk operátoroknak kell a bankokkal, a gyártókkal, a töltőinfrastruktúra képviselőkkel beszélgetni, hogy mi mit szeretnénk, és nyilván ezek a fórumok is kiváló lehetőségek, vagy különböző konferenciák arra, hogy végül is, hogyha el akarja nekem adni a terméket, akkor legyen szíves ezeket beépíteni. Itt elég jól tudok én is csatlakozni az előttem szólókhoz. Mi ugye 3,5 tonnáig de céges autókat kezelünk, tehát vagy kis, ezek személygépjárművek, vagy kis tehergépjárművek. Itt azért mi egyrészt a finanszírozásban tudunk segíteni, és bár magas a bekerülési költsége, vagy magasabb a bekerülési költsége az elektromos autóknak, viszont nem kell rá cégautóadót fizetni. Egyrészt, másrészt meg jól állítjuk be a maradvány értéket, akkor nem lesz sokkal magasabb a havi költsége az ügyfélnek, mint egy hagyományos hajtással. És visszakötve a karbantartási költségekre, mi azt látjuk, hogy de nálunk egy viszonylag új gépjárműflotta van, nagyjából átlagosan 2,5 évesek az autók, mi felével számolunk, mint egy hagyományos hajtású jármű, nyilván nem kell olajat cserélni, és a hagyományos karbantartási költsége az első éveknek az jelentősen alacsonyabb, úgyhogy ebben is emiatt tudunk kedvező árazást alkalmazni, és nagyon örülünk, külön örülünk, hogy tényleg is tehergépjárműves flottáknak tudunk segíteni, akik városban kiszállítanak, nekik, hogyha van telephelyi töltési megoldásuk, akkor gyakorlatilag egy egész napot le tudnak például futárcégek elektromosan hajtani, nem szennyezik a városi levegőt, úgyhogy ennek mindenképpen nagyon nagy támogatói vagyunk. Igen, köszönöm. Szerintem a legnagyobb hiányosság igazából eddig a jó példák hiányoztak, amikből ki lehet indulni. Én emlékszem, hogy 2019-ben, amikor csináltunk egy országos túrát, még mindenki azon viccelődött, hogy hány nap alatt értünk oda mondjuk Szolnokra vagy Debrecenbe.
És azóta azáltal, hogy a zöldrendszámos autóknak a száma azért exponenciálisan elkezdett emelkedni, azóta már ott van a jó példa, ott van a szomszéd, ott van a nagybácsi, akinek már van ilyen autója, és ez működik, már nem kell annyira tartani attól, hogy két év után tönkre megy az akkumulátor, tehát ezek a félelmek, ezek azt gondolom, hogy csökkentek. Ettől függetlenül nagyon fontos az, hogy a nyitottságot, az érdeklődést felkeltsük ez iránt, úgyhogy a Jövő Mobilitás Szövetség is ebben gondolkozik, hogy ez minél inkább elérhető legyen, és hogy lehessen nyíltan beszélgetni a nehézségekről is, vagy azokról a plusz dolgokról, amik adaptációt igényelnek, és aztán mindennek a jó oldaláról, a sebességről, a hangtalanságról és a hatékonyságról. Köszönöm. Kérném, és nem tudom, hogyha tudunk technikai segítséget kapni, hogy a mikrofonok működjenek majd, mert az talán jó lenne, hogyha addig azt meg tudjuk oldani, akkor még addig megosztjuk az első körben itt a mikrofont. Kruhina úrhoz fordulnék, hogy azt megtudtuk, hogy 102 busz van most az állományban. Ehhez töltőállomás kapcsán mennyit kellett képíteni, mert ugye elhangzott, hogy ez viszonylag nagy capex igényű. Úgy néz ki, hogy eddig úgy számoltunk, hogy egy töltőállomáshoz két kar megy, tehát akkor nyilván 102/2, így vagyunk a töltőkkel, az infrastruktúrával. Nyilván, hogyha maga a finanszírozás más lenne, akkor a matekot is másképp mondanánk, mert összességében szerintem nem kell ennyi, hanem amit most látunk, szerintem egyharmad töltő állomás bőven elég, hisz maga nekem, amihez kell optimalizálnom, az az üzemméret, vagy legalábbis a Fordák esetében, hogy pontosan nekem az a feladatom, hogy nyilván a megrendelő által kért szolgáltatást elvégezzem reggel, nem tudom, hajnali 5-től, vagy reggel 4-től, 11-ig néha évfélig az utasokat elvigyem A-ból B-be, ami azt jelenti, hogy nekem az éjszakai időpontban, vagy olyan idő napszakokban, amikor nincsen nagy utasforgalma, akkor ugye nyilván tudom tölteni az autóbuszaimat. Tehát nagyon jó tervezhető, ami fontos maga az elektromobilitásban és az árambeszerzésben is, ami egy fontos költségtétel, hogy én nagyon jó menetrendezhető vagyok. Tehát az első állításom az, hogy maga, és nyilván ez az én üzeméletemet tekintet a volánbusz esetében, hogy menetrendezhető vagyok, nagyon jó tervezhető vagyok. A futás teljesítményemet azt tudom előző évre, vagy a következő évre biztosan. Tudom azt, hogy 350 kilométernél napi fordáim nem sok van. Azt is tudom, hogy a technológia az most már bőven viszi a 350 kilométert, a töltőinfrastruktúrát azt ki tudom építeni a saját telephelyemen, ahol ugye nagy betápok vannak, tehát maga a telephelyem van, az országban van 50-54 darab nagy műszaki telephelyem, további 50 egyéb telephely, ahol nyilván karbantartás is van. Tehát maga az infrastruktúra esetében én nem állok olyan rosszul, mert saját magam ezeket ki tudom építeni. És ugye a megtérülési rátátról beszéltünk, a finanszírozás az hogyan néz ki, nyilván még ilyen nagyon béta verzióban, de ugye számogatjuk a megtérülési rátát. Nekem a nagy tervem is ezt, mert a tulajdonosok is prezentáltam, ezek a volánban a zöld szigeteknek a megvalósítása. Tehát azt, hogy telephelyinken én kiépítem a töltőinfrastruktúrát, hogy a piac helyett elvégzem ezt a szolgáltatást, csak miért nem mondhattam azt, hogy is egy nagy teljesítményű töltők, tehát ezek 140-150 kilowatt per órás egyenáramú töltők, váltóáram be, egyenáram ki, és nagyon sokszor szabad kapacitásom van, és azt, amit a piac nem akar kiépíteni, nem térül meg nekem, meg amúgy is ki kellene építem, akkor miért ne tudnám megosztani a piaci szereplőkkel, és akkor nyilván egy kis ellenszolgáltatás ellenében, amit forintosítani is lehet, akkor már is más megtérülési rátam. Tehát ezért mondtam az elején, hogy nekünk teljesen más az üzemméretünk és a méretgazdaságunk, és hogyha ezeket a kis szeleteket megvizsgálom, hogy hogyan lehet plusz bevételt, ugye hogyan lehet a capexemet porlasztani egyéb szolgáltatásokkal, akkor én egészen jó vagyok. Úgyhogy ugye az a kérdés nálunk, hogy a nagy teljesítmény töltőket, ugye most ebben nem vagyok nagy szakértője a személygépjárművek akku lehetőségeinek, hogy azért nem kéne őket kisütnöm, hogy ezért ezek elég rendesen töltenek. Úgyhogy így állunk, a töltők azok Siemens, van agglomerációban Siemens töltőink vannak, 40 darab,
vagy bocsánat, 20 darab, és MVM titán töltőink vannak, ez a kettő legnagyobb szállítóink. Töltők esetében is ott is azt látom, hogy a piacnak még van hova fejlődni. Nyilván itt a töltők esetében szerintem nekem a nagy vágyom ez a vehicle to grid megoldás, tehát ott teljesen más töltők kellene, hogy képes legyen maga a töltő a hálózatra visszatáplálni, mert hogyha a méret esetében, mint mondom, ugye meg van most 100 darab elektromos buszom, ami azt jelenti, hogy közel 35 megawatt beépített teljesítménye van az elektromos buszokban, akkor ott is teljesen más megtérési rátákatok számolni, hogyha ez a 35 megawattot mondjuk azt mondom, hogy éppenséggel szabályozóként fogom eladni. Tehát maga ez a fantázia, meg a lehetőség szerintem abszolút mértékben nagy lehetőséget biztosít egy volánbusz esetében. Csak hát ugye mindent meg kell okosan tervezni, szervezni, és ez igényel egy teljesen másfajta megközelítést. A hét elején az egyik svéd autó- és buszgyártónak a meghívására Svédországban jártam a tesztpályájukon, és ott egy a tesztbuszuk fölött a buszmegállóban egy nagyon remek pantográfos töltőállomás, nem meresleg ABB rendszerű vagy gyártású töltőállomását. Ilyennek a tervezé vagy beüzemelése mennyire realitás a volánbusz flottájánál? Ugye, mint említettem, és ugye, ez attól függ, hogy milyen vállalatnál dolgozik az ember. Én a Bolla úrral, a BKV vezérigazgatóval nagyon sokat beszélgettünk. Szerintem nekik jó a pantográf, mert van kapexük, vagyis van infrastruktúrájuk, mert ott van maga a felső infrastruktúra. Nekem ahhoz plusz kapexet jelentene, hogyha az állomásokon, vagy a végállomásokon kiépítsek ugye, felső vezetékes hálózatot. Tehát nekem ez a depot charging, tehát maga a telephelyen történő töltés, nekem matek szintjén ez a legjobb. Tehát mindig azt kell szerintem megvizsgálni, hogy adott egy háztartás, egy vállalat, milyen használati magatartása vagy szokásai vannak, és ahhoz kell az egész rendszert igazítani. Úgyhogy jók ezek a pantográfos megoldások, de szerintem ez inkább a városi közlekedésben, és ott is ott, ahol már van felső vezetékes infrastruktúra, ott valóban egyszerűen ki lehet építeni, ott nem kerül neked akkora beruházási költségbe, mint nekem, ahol kiépíteni az egészet. Azt az információt kaptam, hogy újra működnek a mikrofonok. Akkor is igaz ez a CAPEX történet, hogyha a pantográfos megoldásnál, vagy a fordulókban lévő töltők miatt kisebb akkumulátorral is elegendő felszerelni a buszokat? Tehát a busz oldalon csökken a beruházási költség? Az én állításom az, hogy a technológiának köszönhetően szerintem maga az akkumulátoroknak, tehát a mostani technológia is már nekem nagyjából jó. Ezek elmennek 350 kilométert, ezek a mostani akkumulátorok. Akkor a következő állításom az, hogy szerintem ezeknek az ára radikálisan csökkenni fog. Tehát akkor miért szereljek be egy kisebb akkumulátort, ami viszont az én szabadságfogomat csökkenti, hogy na, hogy Isten, nagyon ritkán fordul, de vonatpótlásra kéne használnom az adott buszomat, és hogy a kisebb akkumulátorra nem tudom többfajta módon használni. Úgyhogy tehát ahogy én üzemelek, nekem most ez így rendben vagyunk, szerintem a technológia az olcsóbb lesz, fejlettebb lesz, nekem nem kellenek, tehát nem szükségszerűen kellenek kisebb akkumulátorok. Világos. Patai Krisztinához fordulnék, hogy folytassuk a teherautókkal. Mekkora most az elektromos flotta a Waberers flottáján belül? Jelenleg 5 darab 16 tonna ösztömegű elektromos járművünk van, emellett van még 3 40 tonnás, és most már van egy furgonunk is, egy 3,5 tonnás furgonunk is. Ugye ez a darabszám, ez így kevésnek tűnhet a mi flottánkhoz képest, de ha hozzáadjuk még az LNG járműveinket is, ezzel is Közép-Kelet-Európa legnagyobb alternatív flottája a Waberersé. És ez nem titok, hogy az volt a célunk ezekkel a járművekkel, hogy egyáltalán teszteljük a technológiát, mit tudnak ezek a járművek, milyen a töltés, mit szólnak hozzá az ügyfeleink, és hogy lássuk, hogy hogyan tovább.
azt hallottuk, hogy a nyilvános töltés az nyögvenyelős, vagy problémás néhol ezekkel az autókkal, ami nyilván érthető, hiszen elsősorban személyautókhoz építették ki annak idején ezeket a töltőket. Gondolom akkor ezek szerint depóba történik a flottának a töltése. Így van, a saját telepeinkön, jelenleg a budapesti telepeinkön, ugye a saját töltőinfrastruktúrát építettünk ki. Jelenleg 4 darab, hát többségében mondjuk a lassú töltőnk van, és a közeljövőben még szeptember folyamán érkeznek új töltőink, úgyhogy ősszel még 4 darab gyors töltőt is fogunk telepíteni. De amúgy elmondható, hogy a logisztikai szolgáltatók oldalán, vagy igen, tehát inkább azt mondom, hogy ha saját magunkról beszélünk, nálunk az a preferált, hogyha éjszaka tudjuk tölteni ezeket a járműveket, és lassú töltővel. Ugye ez a járműveknek is jobb, tehát az ő egészségüknek is jobb, és egyszerűen ez illeszthető a legjobban az operációhoz, tehát nálunk a gyors töltők ott lennének nagyon fontosak vagy jók, ahol az ügyfeleink telephelyei vannak. Tehát, hogyha megállunk egy telephelyen, és éppen a rakodás, fellerakodás ideje alatt egy picit rá tudnánk tölteni a járműre, ugye ez az akkumulátor temperálásánál is sokat segítene nekünk, de nem feltétlenül fontos az, hogy az éjszakai töltésnél egy töltő legyen. Hát igen, ugye ezt említettem, hogy az infrastruktúra az sem Magyarországon, sem Európa szerte nem teljesen alkalmas még a nehéz gépjárművek töltésére, úgyhogy így tudunk most terjeszkedni, hogy vagy a saját depónkon, vagy pedig ha az ügyfeleink telepítenek töltőt, az tényleg sokat segített. Milyen előnyöket sikerült eddig tesztek alapján azonosítani, mert ugye hát tesztüzem, valamilyen szinten, de hogy mik azok, amik már most látszanak, hogy az elektromobilitásnak az előnyei? Hát ugye nálunk a legfontosabb előny az a CO2 kibocsátás csökkenés. Ugye ez a legfontosabb elem, ami miatt ezt az ügyfeleink keresik. Emellett a sofőr komfortérzete, tehát hogy ugye egész nap ott ül a járművön, és ezek a járművek jóval csöndesebbek, nincs az a rezgés, mint egy dízeljárműnél, tehát a nap végén sokkal boldogabbak, kipihentebbek, ahogy őket hallgattuk, ez volt a fő vélemény. Valamint a másik, hogy ezek a járművek jelenleg a budapesti disztribúciós feladatokat látnak el, ugye a belvárosban mozognak például egy elég sűrűn lakott területen, és ott a lakosság számára is jóval kellemesebb, ha ilyen járművekkel közlekedünk, amik csöndesek, nincsen semmilyen károsanyag kibocsátásuk. Valamint nálunk az éjszakai szállítás nem nagyon jellemző, de más logisztikai szolgáltatóknál igen, és ott is még nagy előny lehet az, hogy ezek a járművek nagyon csöndesek. Ezt a csendesebb, nyugodtabb működést a sofőr szempontjából ezt meg tudom erősíteni. Volt alkalmam egyszer egy sofőrrel eltölteni így egy napot, és ódákat zengett arról, hogy mennyivel kényelmesebb egy ilyen járműben dolgozni, mint a régi dízeleken. Arról nem is beszél, hogy munkaidő után nem kellett beállni a benzinkútra, a céges benzinkútra föltölteni, hanem egyszerűen csak bedugta a kábelt, és másnapra már fel volt töltve az autó. Mekkora része a jelenlegi állománynak az, ami lecserélhető lenne a ma elérhető technikával Váberes flottájában? Hát sajnos jelenleg ez nem egy olyan hatalmas szám, tehát nem lehetne sokkal növelni a jelenlegi flottát. Ugye ez főleg a hatótáv problémák, és ezzel együtt, vagy ehhez párosítva a töltőinfrastruktúra hiánya. Így a budapesti disztribúciós flottánk lenne a legideálisabb terep elektromos járművekre. Ez körülbelül olyan 30-35 autó, tergépkocsi, és emellett talán még van olyan 10-20 darab nyerges vontató, ami az agglomerációban mozog, és szintén alkalmasak lennének arra, hogy elektromosra cseréljük őket. És ugye szó volt arról, hogy magas a karbantartási költség, erre visszatérhetünk egy kicsit még, hogy ez miből adódik, mert a villanyautóknál mi azt láttuk, hogy hát gyakorlatilag nem is kell karbantartani őket. Igen, viszont ugye ezekben a járművekben hatalmas akkumulátorok vannak, tehát úgymond méretileg vagy nagyságilag jóval nagyobbak, mint egy személygépjármű esetében, és ez jelenti a legnagyobb kockázatot is ezeknél a járműveknél. Ami például a dízeljárműveket mind saját magunk szervizeljük a saját telephelyünkön, ezeket a járműveket jelenleg még nem, tehát még nincsen meg nálunk a tapasztalat, vagy még nem akkora flotta, hogy megéri a saját szervizünkbe ezt a karbantartási feladatot végezni. Úgyhogy ezt a
gyártóktól vesszük igénybe ezt a szolgáltatást, és jelenleg még a magas kockázat miatt van ekkora költsége, tehát mi azt látjuk, hogy mivel nincsen elég tapasztalat még ezen a téren, ez egy nagyon erős kockázati elem, hatalmas költséget jelent, még az a jármű árába is, ha az arányát nézzük, akkor egy meghatározó eleme, és ez a kockázat viselés van úgymond a két fél között elosztva. Tehát akkor tulajdonképpen a tapasztalatok növekedésével és a flotta méret növekedésével ezek az jelentősen csökkenthető költségek. Nagyon reméljük, igen, hogy ahogy megtapasztaljuk, hogy a valóságban hogyan is működnek ezek a járművek, akkor ez sokkal jobb lesz. Remek. Német Esztert kérdezném, hogy mennyire vannak felkészülve az elektromobilitásra a leasing bevevők, tehát akiknek autót szolgáltatnak. Van-e szükség arra, hogy extra képzést biztosítsanak, vagy már mindenre úgy jönnek, hogy készen tudják, hogy mit akarnak? Hát ugye a mi autóhasználóink két részre bonthatók. Az egyik része a populációnak gyakorlatilag úgy használja az autót, hogy reggel bemegy munkába, egy irodaházba, leteszi az autót, és utána hazamegy vele, tehát telephelyi és otthoni töltés megoldásra lenne szükségük. A másik része pedig különböző irányokban halad és munkára használja az autót. Ugye itt még egyenlőre talán a képzést azt akkor mondanám, hogyha már van nekik elektromos autójuk, akkor lehet erre különböző vezetéstechnikai és egyéb képzéseket van is egyébként elérhető, de egyelőre inkább még inkább azzal küzdünk, hogy vannak a cégeknek zöldítési törekvései, viszont a munkavállalók nagyon félnek ettől, főleg az otthoni töltési megoldásnak a fizikai korlátairól, tehát hogyha valaki egy panellakás negyedik emeletén lakik, akkor ő azon gondolkozik, hogy ő hogy is fogja otthon tölteni ezt az autót, és ugyan elérhetőek ugye a legnagyobb üzemanyaghálózatokon, olyan üzemanyagkártyája már szinte mindenkinek van, amivel az elektromos töltés is ugye elérhető, a MOL Plug-i, vagy például a Shell Recharge, illetve az MVM-nek is van olyan publikus töltőhálózata, ami egy ilyen kis RFID kulccsal meg tudunk állni és tudunk tölteni. Csak hát igen, ugye amikor nem nyaralunk, hanem dolgozni megyünk, sietünk, akkor nem feltétlenül ez az a megoldás, amiről a céges autó felhasználók álmodnak, hanem sokkal inkább az otthoni töltés, és azt hiszem, hogy ez is az a probléma, amit leginkább próbálunk nekik segíteni, megoldani. Hiszen akinek legalább van kertes háza, ott egy fali töltési megoldás létrehozható, illetve a telephelyi töltési megoldáson nagyjából már mindenki gondolkozik, és ebben szeretnénk majd nekik segíteni, hogy azt látjuk, hogy rengeteg munkaórát beleölnek abba, hogy hogyan is lehet egy ilyen telephelyi töltési megoldást létrehozni, hogy milyen teljesítménybeli és egyéb szűk keresztmetszetek vannak. Sokszor 5-6 ember egy cégnél rengeteg munkaórát ebbe bele tud ölni, hogy felderítsék, hogy adott esetben sajnos néha arra jutnak, hogy nem lehet. Úgyhogy erre készül éppen egy ilyen szakértő anyag, hogy mik azok a pontok, amiket mindenképpen érdemes, hogy leellenőrizzenek, mielőtt komolyabban elkezdenek gondolkodni egy elektromos autóflottába. Tehát akkor ezek szerint a cégek részéről van az igény, tehát a zöldítésre, tehát hogy ez a fő motiváció, ez a fő mozgatóerő az elektromos autók terjedésénél? Igen, de igazából szerintem a munkavállalók is örülnének neki, hogyha magát a töltést az biztosítottnak látnák, mert most az egyetlen szűk keresztmetszet, vagy ami miatt aggódnak, hogy az a félelem tulajdonképpen, hogy elvesztem azt a komfortot, hogy nem kell terveznem az utazásomat, hanem csak beülök az autóba, és hát majd, ha kifogy az üzemanyag, akkor megállok egy töltőállomáson. És ott pár perc alatt megtankolok, és megyek tovább. És ezt a komfortot fél mindenki elveszíteni. És ha jól tudom, akkor az otthoni töltésnél nem csak a technológia a probléma, hanem adott esetben az elszámolhatóság is. Így van. Tehát az otthoni töltésnek most még nagyon sok olyan vonatkozása van, amiről a cégekkel együtt gondolkozunk. Egyrészt az, hogy az otthonban is, hogy rendelkez
rendelkezésre áll-e a megfelelő infrastruktúra, mert ha igen, akkor magát a fali töltőt, azt már a cégek általában kifizetik a munkavállalók részére, tehát magát az eszközt, a telepítést, illetve a legtöbb otthoni fali töltő ugye most már tudja mérni, hogy mennyit töltenek az emberek rajta, és a leasing szövetséggel közösen zajlik egy ilyen lobby tevékenység, hogy ezt a cégek ne kelljen pénzbeni juttatásként megtérítsék a munkavállalóknak, mert ennek az adóterhei ugye ugyanazok, mint egy fizetésnek, és hogyha ezt direktbe tudnák számlázni valahogy a töltő adataink keresztül magának a cégnek, vagy akár az Arvalnak, akkor nem lenne ez a plusz adóteher, és a TCO javulna. Milyen hatása van a céges járműflottákra a közösségi e-mobilitás egyéb eszközének megjelenése? Gondolok itt az autómegosztó szolgáltatásokra egy elsősorban. Hát Magyarországon sajnos nagyjából semmilyen. Sajnos még ezt nem nagyon érezzük. Külföldön látjuk, hogy ez megjelent, és azért arra számítunk, hogy ezt Magyarországon is le fogjuk követni. Az Arvalnak is lesz egy olyan megoldása, illetve van már külföldön, még Magyarországon nem vezettük be, hogy egy ilyen kártyán keresztül a különböző elektromos és nem elektromos közösségi közlekedési lehetőségeket majd igénybe lehet venni, illetve az elektromos biciklizés az, ami már elérhető Magyarországon is, de ezeknek most még így a céges flotta tekintetében még igazából nincsen nagy hatása, még mindenki az autóhoz ragaszkodik a gondolataiban. Tehát az még nekünk túl fontos, ezek szerint a igen. Saját használatú autó. A saját használatú autó az. Azt hiszem, hogy mindenkinek szívügye. A legfontosabb. Dr. Bárcsi Veronikát kérdezném, hogy mi az, ami mennyire vannak fölkészülve a felhasználók, leendő villanyautósok? Szerintem viszonylag sok ilyennel találkoztok, vagy beszéltek, és mik azok a legtipikusabb hiányosságok, amiket pótolni kell ahhoz, hogy el tudjanak kezdeni elektromos autót használni? Igen, hát ebben van egy érdekes tendencia, amikor elkezdtük 2018 körül, akkor rendkívül felkészült villanyautósokkal találkoztunk, tehát hogy azt hiszem, hogy akkor az még annyira a technológia hajnala volt, akkor még csak azok vágtak bele a villanyautózásba, akinek valamilyen műszaki ismeretük volt már erről. És aztán utána nagyjából, szerintem 2020 környékén éreztük azt, hogy itt az ideje annak, hogy megpróbáljunk valahogy segíteni azoknak, akik érdeklődnek, akik nyitottak lennének, de nem tudják, hogy hol kezdjék el. És hogyha már a villanyautósok.hu-t már elolvasták végig, akkor is maradhatnak még nyitott kérdések. Az egyik kérdés szerintem, ami az nyilván a hatótáv, ezt már érintettük korábban, a másik pedig nyilván a töltés, az otthoni töltésnek a kérdése, hogy ezt hogy lehet megoldani, és hogy lehet biztonságosan tölteni, mert ugye az elektromos autónak az áram felvétele azért az minimum egy nagy háztartási fogyasztóval legyen értékű, vagy inkább annál még több is, és ahhoz, hogy valaki biztonságosan tudjon egy elektromos autót otthon tölteni, ahhoz valamennyit rá kell fordítani, akkor is, hogyha mondjuk egy nem szeretne egy fali töltőbe beruházni, akkor is egy friss vezetéket kell kihúzni a villanyórától, vagy megfelelő kötési ponttól, illetve egy megfelelően erős konnektort kell felszerelni. Általában ez még hiányzik, ez a tudás, mert hogy mindenki abból indul ki, hogy keresek egy konnektort, és betukom pont. Ezt én is pont ugyanígy csináltam, amikor az első autót megvettem. Igen, úgyhogy szerintem erről fontos beszélni, illetve arról, hogy mielőtt valaki elektromos autózásba vág, érdemes az otthoni háztartási betáplálást is leellenőrizni, és mondjuk megnézni azt, hogy egyáltalán a háztartása elbírja-e egy ilyen plusz nagy fogyasztónak a terhelését, és hogy amit az autóval kapcsolatban kényelmes töltési időnek elvár, tehát mondjuk, hogy egy éjszaka alatt feltöltődjön az autó, az kivitelezhető-e vagy sem. Azért találkoztunk már olyan esettel, hogy mondjuk egy 70-80 kWh-s akkumulátorú autót megvásárolt a tulajdonos, és kiderült, hogy egy fázis 16 ampere van otthon, és mondtuk, hogy ezzel nem fog sajnos boldogulni, tehát itt a hálózat bővítés az elkerülhetetlen.
de nyugtassunk meg azért mindenkit, hogy nincs szükség 22 kilowattra vagy közvetlen paksi csatlakozásra ahhoz, hogy lehessen otthon autót tölteni, ugye? Tehát, hogy igen, azért ennél van. Kisebb teljesítményről is megoldható okos megoldásokkal, nem? És itt az okos nem úgy kell érteni, hogy fusiba megcsináljuk, hanem hogy smart megoldások léteznek most már, ugye? Így van, ez így van. Egyébként az ABB-nek nagyon régóta van már erre is műszaki megoldása. Gyakorlatilag most már vannak olyan eszközök, amelyekkel priorizálni lehet a háztartási fogyasztókat, és azt tesszük, hogy az elektromos autónak a töltését a prioritási sorrendben a legutolsó helyre tesszük. Ez azt jelenti, hogy van egy felszerelve két hardware, egy okos töltő, illetve van egy árammérő, ami a betápláláshoz közel kerül felszerelésre, és a kettő között információáramlás történik. Vagyis amikor mondjuk a háztartás működik, és nem tudom, bekapcsolunk egy mosógépet, vagy elkezdünk főzni, akkor nyilván a háztartásnak az energiafelvétele megnő, ekkor ezt érzékeli ez a bizonyos okosmérő, és leadja, és átadja az információt a töltőnek, egy utasítást ad a töltőnek, hogy csökkentse a töltési teljesítményt úgy, hogy ez ne legyen túlterhelt. Ez általában egyébként a hálózatbővítést meg szokta oldani, tehát hogyha mondjuk valakinél van 3x16 amper, akkor nagyon-nagyon kényelmesen lehet szinte bármelyik elektromos autót tölteni. Ezekkel a kilovattokkal is azért még sok a nehézség, amit így el kell magyaráznunk a felhasználóknak, úgyhogy igen, van még hova. Igen, van még miről beszélgetni. Ezek olyan új mérőszámok, amiket meg kell szokjunk, meg kell ismerjünk, meg kell tanuljunk használni. Így van. Német Ágit kérdezném, hogy aki nem ilyen szerencsés, hogy otthon tudja tölteni, annak mit tudunk javasolni töltésre, hogyha mégis szeretne elektromos autót venni? Ugye alapvetően abból indulunk ki, és mi is azt szoktuk javasolni, hogy legegyszerűbb és legjobb annak villanyautót venni, aki otthon tudja tölteni, hiszen az a legkényelmesebb. Hazaérek, 5 másodperc, csatlakoztatom a töltőt, és megoldódott az autó. Még akár itt Vera gondolatmenetét folytatva, persze jók a nagyobb teljesítményű lehetőségek otthon, de egy 16 amperrel is tökéletesen fel lehet tölteni otthon egy autót, hiszen hogyha a mindennapokat nézzük, akkor igazából nem, az emberek nagy része nem fog 2-3-400 kilométert elmenni, és egy 16 amperes töltési lehetőséggel is elegendő áramot tud tenni a másnapi 50-60 kilométer futásába. Ugye az elektromos autósok egy teljesen más gondolkozást igényel ez az egész. Egy átállást igényel. Ugye itt elhangzott valaki szájából, hogy amikor kifogy a benzin, akkor odaállok a benzinkútra és megtankolom, általában teli, hiszen az emberek ezt csinálják. Egy elektromos autót nem így kell tekinteni. Ha már okos megoldásokról volt szó, az okos villanyautós nem akkor tölt, amikor kell, hanem amikor lehetősége van rá. Ugye az autók futásuknak az idejében rengeteget állnak. Hol van az a két helyszín, ahol áll az autó? Otthon, éjszaka, illetve munkahelyem. Tehát a munkahelyi töltési megoldások, én úgy gondolom, hogy prioritást jelentenek a villanyautósoknál. Nem elvárás, nem feltétel, viszont előnyt tud jelenteni mondjuk akár egy munkahely választásnál vagy váltásnál, hogy hol áll rendelkezésre töltési lehetőség. Illetve ugyanúgy a nyilvános töltési lehetőségeket sem lehet kikerülni, hiszen vannak olyan helyzetek, amikor az ember hatótávon kívülre megy, úgyhogy én mindenféleképpen azt látom, hogy a munkahelyi töltés, annak az elszámolhatósága, ami fontos, ugye többféle megoldás van, valaki biztosítja az alkalmazottjainak a töltési lehetőséget, illetve ugyanúgy az okos eszközökkel akár az elszámolhatóságot is lehet saját kontójára, cég kontójára, tehát többféle megoldási lehetőség van. Ez a két pont szerintem a legfontosabb, az otthon és a munkahely. Ja, most ezen az úton, ahol voltam most a hét elején, a Northvolt nevű akkumulátorgyártónak a laborjába is betekintést nyerhettünk, és ott az épület előtt lévő 3 sor parkolóból az egyik az végig van töltőkkel szerelve, és az a kellemes meglepetés érte, hogy gyakorlatilag mindegyik töltő használó, talán egy a, nem tudom, 20-30 töltőből, amelyik előtt nem álltak éppen, de ott már az alkalmazottaknak egy jelentős része is elektromos autót használ. Mi, akik régen villanyautózunk,
azt éltük meg az elmúlt években, hogy az autópályák mellett, amit korábban nem lehetett bejárni, gondolok itt most egy M3-asra, vagy M1-esre, vagy M7-esre, sorra jelennek meg az elektromos autótöltők. Gyakorlatilag egy félig teli poharat látunk. Mások, akik most érkeznek, most ismerkednek ezzel a világgal, ők meg azt látják, hogy nincs elég töltő. Mi az igazság, vagy hogy áll ezen a téren ma Magyarország véleményed szerint? Én azért azt látom, hogy az elmúlt pár évben tényleg exponenciálisan nőtt a töltők telepítése, mint ahogy az igény is nőtt. Tehát ezt a kettőt párhuzamosan kell kezelni. Ahogy az igény nő, úgy fog a töltőhálózat is bővülni, hiszen onnantól fogva kezdik el használni a töltőket. Engem például iszonyatosan nagy örömmel töltött el, amikor pontosan megnéztem a címet, hogy hova kell jönni. A legnagyobb örömmel mentem a Teához tölteni, hiszen ők is felismerték már, hogy nem csak az útmenti töltési lehetőség a fontos, tehát nem csak az autópályák mentén, hanem ezekre a destination chargerekre van iszonyatosan nagy szükség. Sportcentrumoknál, színháznál, ugye az élelmiszerboltoknak kötelezővé van téve. Tehát én azt látom, hogy mind a két felvetés igaz. Félig tele a pohár, de félig üres. Látjuk, hogy hol van még igény, hova lehetne még, és ez nem azt jelenti, hogy mindenhova ugyanazt a teljesítményű töltőt kell tenni, illetve meg kell különböztetni a személygépjárműveket, a tehergépjárműveknek a töltését. Jó irányban haladunk, de szükséges még az, hogy fejlődjön, egyre több töltő és egyre több típusú töltő kerüljön le, ehhez viszont használni kell a töltőket, és szerintem itt iszonyatos nagy segítség az, hogyha fizetős töltőkkel rendelkezünk, hiszen akkor lesz rentábilis egy töltőnek a telepítése, hiszen ezt ne felejtsük el, hogy ingyen semmi nincsen, valaki mindig megfizeti az árát, és itt nagyon-nagyon sokat emlegették a hozzászólók a megtérülést. Ugyanúgy egy töltőszolgáltató esetében is a megtérülésről kell beszélni. Hogy találják most meg a villanyautósok többsége a töltőket? Nyilván vannak olyan töltők, amiket tudjuk, hogy hol van, már voltunk ott 3-szor, 5-szor, 10-szer, de ha mondjuk külföldre utaztok, 600 kilométerre, 800 kilométerre, akkor hogy kerestek töltőket? Ugye említetted itt az elején, hogy még a hőskorszakban, amikor te kezdtél villanyautózni, akkor egész egyszerűen hazamentél otthon, töltöttél, nem szórakoztál applikációkkal. Most már ugye megvan ez az applikációk tömkelege, tehát én is megmutathatnám a telefonomat, legalább 30 darab applikációm van, ami töltő, keresésre vagy akár használatra szolgál, illetve a roaming, ugyanúgy össze-vissza lehet keverni őket. De aki nem akar okos eszközökkel lenni, ugyanúgy, mint ahogy a közlekedésre jelző táblák segítik, én itt ezt nagy hiányosságnak látom, hogy egyszerűen nincs szabályozva az, hogy milyen tábla hova kerül. Például Ausztriában lassan szinte minden autópálya pihenőbe került nagy teljesítményű töltő, és ott szépen ki van táblázva. Egy kiegészítő táblát alátettek, egy ládestáción, tudja mindenki, hogy a következő autópálya pihenőben ott lesz egy töltő. Nyilván nem fogod tudni előre, hogy az most melyik szolgáltató, mekkora teljesítményű, de jelzi a jelzőtábla. Magyarországon felfestésre van már, ha jól tudom, előírás, viszont a táblák tekintetében még ez nem egységes, tehát itt is azért van hová fejlődni, én úgy gondolom. És Olaszországban már azt is kiírják, hogy milyen szolgáltatónak van töltője az adott töltőhelyen, úgyhogy kicsit előbbre járnak. Norbert, ahogy említetted, a mindannyiunkra rátról voltál, hogy a ti szervezetetek mindenkinél hamarabb kezdett elektromobilitással foglalkozni. Ahogy említettem, a magyarországi első villámtöltőt is ti telepítettétek le. Ti hogy látjátok az elmúlt mondjuk 10-15 évet a magyar elektromobilitás fejlődésében? Csak nagyon röviden. Igen, köszönöm. Hát elsősorban globálisan említeném meg a fejlődést, hogy dinamikus és példaértékű, hogyha csak egy nagyon rövid mondatban kellene jellemezni, de bővebben kifejtve az e-mobilitás divízió ugye 2010-ben alakult, 45 fővel és 2022 végére már 1500 főre bővültünk. A nettó éves árbevétel a 1,5-2 millió USA dollárról 600 millió USA dollár fölé növekedett, tehát ez egy gyors
gyors fejszámolással egy 3000%-os növekedés jelent, ami éves átlagot tekintve mondjuk egy 250%-os átlag növekedés. Ha a magyar viszonyokat említjük, ugye büszkén számolhatok be például a 2023-as első fél évről, ahol a Terra AC töltők értékesítési volumene az előző referencia évhez képest 248%-kal növekedett, és szintén 2023-as évnek az eredménye, hogy globálisan eladtuk a január végén az 1 millió modik elektromos autótöltőnket, amivel ugye globálisan a piacvezető pozícióban helyezkedünk el jelenleg. Ebből 950 ezer AC töltő volt és 50 ezer DC töltő, valamint szintén idei hír, hogy globálisan a e-mobility divízió ugye üzletággá fejlődött, és a másik négy üzletág mellett ugye új üzletág alakult, ugye az energetika, a robotika, a folyamat automatizálás, valamint a motorok és hajtások üzletág mellett. Tehát ezekkel egy szintre került most így az elektromobilitás, és azt így hiszem van. Ez egy... Jelenleg korábban az energetika üzletág része volt, de most már globálisan a nagy országokban, ahol jelentős a e-mobilitás forgalom, és ott már külön üzletágként megy tovább. Itt Magyarországon, mivel egy kis piac vagyunk, az energetika üzletág része. Ugye olyan országokban is jelen van az ABB, ahol sokkal-sokkal előrébb jár az elektromobilitás, mint Magyarországon. Milyen trendek figyelhetők meg ezekben az országokban, amire számíthatunk, hogy Magyarországon is meg kell barátkozzunk velük, vagy meg kell ismerkedni? Gyakorlatilag két trend látszódik körvonalazódni. Az egyik, ez az otthoni vagy irodai töltés, amiről beszéltünk, hogy nem számít az idő, mert van 8-10-12 órám is a töltésre, és tulajdonképpen a töltés költségének a minimalizálása a legfontosabb cél, meg ugye sokan vannak abban a hitben is, hogy a lassú töltés az jobb akkumulátor számára. Ez valóban így van, hogyha a teljes akkumulátor töltöttségét nézzük, de a legtöbb autónál általában ez a 20-80% közötti töltés a lítium technológiának köszönhetően egyáltalán nem árt, vagy nem tesz rosszat, hogyha ez a két tartomány között tartjuk az akkumulátor töltöttségi állapotát, nem nincs rá káros hatással, hogyha akár sokszor picit, akár nagy teljesítménnyel töltünk az autóba. És ugye a másik faktor pont ez a villámtöltés, amikor utazni szeretnék, és azt az élményt akarom megélni, amit a hagyományos tankolással, tehát hogy tényleg egy 10-20 perc alatt olyan hatótávot tudjak beletölteni az autóba, amivel ismét 100-200-300 kilométereket meg tudok tenni. És ez már látszódik is a nyugati országokban, illetve érezzük is, hogy a töltők kereslet, tének tekintetében a 100 kW fölötti töltőkre jelenleg a legnagyobb kereslet, tehát ez a 120-180-360 kW-os töltők, és a 100 kW alattiak, ez a 24-50-90 kW-osak pedig csekélyebb érdeklődés mutatkozik, valamint a már meglévő felszerelt töltőállomásokat is igyekszenek bővíteni, fejleszteni, vagy pedig lecserélni az újabb technológiára. És milyen újabb technológiákra számíthatunk az ABB kínálatában a belátható jövőben, amiről beszélhettek? Hát ugye, mivel ebből az 1500 főből 500 fölötti a kutatásfejlesztésen foglalkoztatottak száma, így 2024-ben is várhatóak újdonságok. Az egyik újdonság a AC töltők vonatkozásában az AC Terra Home prémium kategóriás töltőcsaládnak a piaci forgalomban való megjelenése, ami idén mutatkozott be a Las Vegas-i kiállításon. Ez a töltő már a legújabb OCPP 2.x-es protokollal van felvértezve, valamint a napelemes rendszerek támogatása is integrálva van alapértelmezetként a szoftverében. A másik újdonság pedig a DC gyors töltő vonalon, ez a úgynevezett megawatt töltési technológia, amiről a téma iránt érdeklődők már bizonyosan olvashattak a neten. Jelenleg van is már egy futó pilot projektünk a skandináv államokban. Ugye ez a technológia a maximum 1250 voltos töltőfeszültséggel, illetve maximum 3000 amperes töltőáramra képes, ami egy 3,75 megawattos
töltési energiát jelent. Ha ezt gyors matekkal megnézek egy most jelenleg egy személyautót, aminek mondjuk 60-100 kW közötti az akkumulátora, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag kevesebb, mint egy másfél perc alatt, nem hogy 20-ról 80-ra, de 0-ról 100%-ra fel tudom tölteni az autót. De még mielőtt itt mindenki örömújjonkásba törne ki, sajnos a jelenlegi akkumulátor technológia az nagyjából a pillanatnyi maximális töltőkapacitás tekintetében olyan 250-300 kW körül mozog, így nyilván ez a megawattos töltési technológia ez azoknál a gépjárműveknél fog előnyt jelenteni, ahol mondjuk több akkumulátor van a gépjárműben, például az elektromos buszok, az elektromos kamionok, akár a vízi járművek, kompok, hajók, vagy éppen az elektromos repülőgépek, vagy a bányaipari nagy teljesítményű gépek. Igen, hogyha jól tudom, akkor ezzel a megawatt charging system néven emlegetett rendszerrel érhető majd el az, hogy a hosszú távra vagy hosszú utakra tervezett teherautók 700 kWh-s akkumulátor olyan 45 perc alatt, tehát a sofőrnek a pihenő idejében föltölthető legyen. Így van, pontosan. Egyébként ezzel kapcsolatban nekem ez egy újdonság volt, hogy ennél az új rendszernél megállapodtak a gyártók abban, hogy a teherautónak melyik oldalára és melyik részére teszik a töltőcsatlakozót, nem úgy, mint a személyautóknál, ahol minden gyártó oda teszi, ahova sikerül, vagy ahova akarja, esetleg szándékosan kiszúrva a másik gyártóval, vagy nem is tudom kivel, leginkább a felhasználóval, de a teherautóknál ez már nem lesz így, hanem egységesen lehet telepíteni a töltőket. Igen, egyrészt tanultak a korábbi szabványokból, a CHAdeMO-ból, meg a CCS-ből, aminek az ABB szintén a alapkőletételnél és a szabvány kialakításában részt vett. Ugye egy nagy teherautónál, mint korábban itt említették a kollégák, hogy ugye sokszor nem tudnak odaállni a töltőhöz, körülményes, ugye hosszú a gépjármű, a töltőkábel most lehet, hogy csak 4 méteres, ezért, hogyha pontosan ki van jelölve a hely, akkor sokkal jobban tervezhető maga a töltőhelynek is a kialakítása, hogyha minden járművön nagyjából ott van, akkor sokkal könnyebben elérhető és tölthető az autó, és nem kisebb a valószínűsége annak, hogy ilyen problémával fognak találkozni. Igen. Térjünk vissza akkor azokra a kérdésekre, amik talán minden, vagy amikkel kapcsolatban mindenkinek van véleménye. Nem esett szó ma a hidrogén üzemanyag celláról. Tudom, hogy itt a töltésekről beszéltünk, de azért ez időről időre tavaly is teret kapott, és szóba került a hidrogén üzemanyag cella. Hogy látjátok ennek a jövőjét? Van ennek jövője? Ez egy álom volt, és nem lett realitás, vagy ez majd a következő lépcsőfok lesz? Hogy látjátok? Akár mehetünk megint sorba. Én alapvetően azt gondolom, hogy a teherszállításban van ennek igazán létjogosultsága, tehát hogy azért a hidrogénhajtásnak a műszaki megoldása még mindig vannak itt kihívások, már csak azért is, mert a hidrogén ugye a legkisebb elem. Szóval én azt gondolom, hogy itt elsősorban a teherforgalomban vonat, akár hidrogén vasút kialakításában ennek van létjogosultsága. A közúti közlekedésben, tehát ugye a fogyasztóknak a közlekedésében én nem látom olyan nagyon nagy potenciált, de ez lehet, hogy némiképp elfogult is vagyok, mert hogy én azt gondolom, hogy elektromos autósként van egy olyan előnyöm, hogy mondjuk, ha van lehetősége megtermelni otthon a saját napelemmel azt az energiát, amit a közlekedésre fordítok, akkor ne vessük el már ilyen korai szakaszban ezt a lehetőséget. Én ebben több potenciált látok. Valószínűleg egyébként párhuzamosan mindegyik technológia élni fog valamilyen platformon. Én is egyetértek itt az előttem szólóval, de én is ugye főleg a személy és kis teher járművekkel foglalkozom, úgyhogy én is azt gondolom, hogy egy kicsit Európában már letettük a voksunkat így az elektromos mellett, és ebbe elég sok energiát beleöltünk, hogy ez kezdjen fejlődni, úgyhogy még ennek is az útnak csak az elején járunk. Szerintem nem fogunk egy konkurens hajtásra most ugyanígy fejlesztési energiákat költeni. Mi a helyzet a buszoknál? Azt az elmúlt néhány hónapban volt néhány teszt
üzem hidrogénüzemelt szállásbuszokkal. Igen, igen, abban a szerencsés helyzet vagyok, hogy van hidrogénből is tapasztalatunk, meg foglalkozunk a hidrogén meghajtással. Ugye az egyik első mondás, hogy a meghajtás az ugyanaz. Ugye? Elektromos. Így van. Tehát az elektromos motor, ugye van a hidrogén, van egy akkumulátorpakk is, ugye úgy működik, hogy üzemanyagcella, bontás, föltölti az akkumulátort, attól függ, hogy mekkora kapacitás az akkumulátor, ugye egyenállamként üzemelteti, vagy működteti a motort. Én a hidrogénben látok fantáziát, csak a probléma az az, ellenben az elektromos autók, az akkumulátor meghajtású autók, vagy a tisztán, csak precízen volt, tisztán akkumulátor meghajtású autókkal, hogy nincsen üzemi tapasztalatunk. Tehát azért akárhogy nézzük, és a volánban azt én kifejezetten képviselem, hogy egy állami vállalatként, egy komoly mérettel rendelkező vállalatként mi folytassunk ilyen tudományos igényességek, kutatási tevékenységeket, ezért is teszteljük a hidrogénbuszokat. Csak a probléma az az, hogy még külföldön sincsen olyan komoly üzemeltetési tapasztalat, tehát azért mégiscsak azt érezzük, hogy ez egy veszélyes üzem, az első mondás. Ugye a hidrogén az egy robbanó gáz, a CNG-vel ellentétben, a CNG-ben 150 pászkál nyomás van, a hidrogénben 600, tehát teljesen más üzemi struktúra kell az első karbantartás. A második, hogy ott a CAPEX az elektromoshoz képest is a háromszorosa. Tehát a probléma az, hogy még egy dízel hidrogén kétszeres, dízel elektromos kétszeres, az elektromosnak a hidrogén ára meg még kétszeres. Tehát, hogy jelen pillanatban közgazdaságtanilag ez értelmezhetetlen ez a technológia. Viszont én azzal egyet tudok érteni, hogyha 15-20 éves távlatban nézzük, én abszolút látok benne fantáziát. Ugye azt kell meglátni, és így előbb említette az ABB-s kolléga, hogy ugye mi is azt nézzük, hogy miért lenne jobb a hidrogén, mint az elektromos. És akkor ugye maga a töltés kérdése. Már a hidrogént azt valóban mi is látjuk, berakom, azt a gáz viszonylag hamar átmegy, sűrített gáz, az átmegy 5 másodperc alatt, és akkor a vállalat szempontjában azt látom, hogy azért jobb, mert 5 másodperc alatt feltöltődik. És akkor kb. Itt a sztorinak vége is, mert többi egyéb történet alatt megbukik. Ugye az a kérdés, hogy maga a hidrogén meghajtás, vagy a hidrogén, vagy az elektromos motor hidrogén meghajtással előállított energia, az miben tud versenyképesebb lenni, mint az akkumulátoros technológia? Szerintem ez a kérdés, amúgy meg megítélésem szerint minden olyan technológia, minden olyan fejlesztési irány, ami, és ez Magyarország esetében különösen kardinális, jelen energetikai helyzetben, ami a fosszilis energia függőséget csökkenti, az jó. Pont. Tehát, hogy az nekünk jó, hát kérdezni a jó Istennek, hogy végre van egy olyan fejlesztés ilyen nagyvilágban, ami a Magyarországnak jó. Úgyhogy összességében szerintem ez is egy jó fejlesztés irány, nekünk majd azt kell megnézni 15-20 év múlva, hogy valóban tud-e műszaki szempontból és költség szempontjából olyan alternatívát nyújtani, amit a mostani elektromos buszok, vagy akkumulátorra meghajtott buszok, mert az biztos, hogy az elektromos buszoknál vannak üzemeltetési tapasztalataink. Azért jól tudjuk, hogyha egy havári esetén négyes pont kigyullad egy akkumulátor, az amit kell csinálni, el kell szaladni. Tehát hogy nagyjából tudjuk azokat a lépéseket, és mint üzemeltető operátor, ezek viszonylag fontos lépések. Ugye vannak jogszabályi kötelezettségek, baleset, munkavédelem, az egész rendszert üzembiztonságra tennem, amik ugye jelen pillanatban már tudjuk az elektromos, úgy, ahogy, bocsánat, tehát nem teljesen tudjuk, de vannak tapasztalatainkat, hogyan kell kezelni, tudjuk a jogalkotónál, hogy milyen jogszabályokat kell módosítani, az, hogy egyáltalán mi történik akkor, hogyha egyet a tűzvédelmi szabályok, hogy akkor hogy milyen távolra rakjuk az elektromos buszokat egymástól, bent a műhely, ott is milyen eljárásokat kell, mert sejtjük, hogy miket kell csinálni, a hidrogénbuszoknál lövésünk nincsen, tehát hogy nincsen is külföldi tapasztalatunk sincsen, de szerintem jó az irány, majd 20 évben meglátjuk, hogy melyik győzött. Mi, mint a Vábrász csoport, mi hiszünk benne, hogy a hidrogénnek van jövője, és nyitottak vagyunk minden új megoldásra, tehát ha akármi van, ami segített abban, hogy ugye a káros környezeti lábnyomkat csökkentsük, azt mindig várjuk.
Igazából várunk arra, hogy olyan struktúra alakuljon ki, ami segít ugye a finanszírozási kérdésekben, mert ez valóban igaz, hogy még az elektromos operációhoz képest is ez a technológia jelenleg jóval drágább, úgyhogy ez egy olyan dolog, amit mindenféleképpen meg kell oldani. Amivel látjuk viszont az előnyét, vagy ami egy pozitívuma. Én mindig azt mondom, hogy minden vagy ez az én és a csoportnak is az elképzelése, hogy minden technológiának megvan a maga helye és ideje, tehát meg kell találni azt, hogy melyik technológiát időben és operációban hol kell ezeket használni. Vannak olyan operációk, ahol várjuk nagyon a hidrogént, mert szükség van a hatótávra, szükség van a töltésbeli hatékonyságra. És igen, ami egy nagy kérdés nálunk, hogy a töltési problémánknál, vagy úgymond ennél a szűk keresztmetszetnél segíte nekünk a hidrogén, és egyelőre úgy látjuk, hogy igen. Ugye a belföldi operációnkat nézzük, akkor egyelőre még nehéz azt elképzelnünk, hogy mondjuk a telephelyünkön egyszerre több száz elektromos tergépkocsi vagy vontató töltsön. Tehát ugye az infrastruktúra szempontból, biztonsági szempontból, több aspektusból egyelőre eléggé elképzelhetetlen. Ez nem azt jelenti, hogy ezt nem lehet majd megoldani, de még nem tartunk itt, tehát mi úgy látjuk, hogy ez még jelenleg nem megoldott. A nemzetközi operációban meg még inkább, tehát ahol nincsenek telephelyeink, hanem ugye az ügyfeleknek a telephelyei között mozognak a vontatók, ott ugye nyilvános kutakon tankolunk, és ott is, ha ott töltenénk az elektromos járműveket, még nem tudjuk azt szintén elképzelni, hogy ott egyszerre mondjuk 50 jármű töltsön különböző cégektől. Úgyhogy ebbe gondoljuk azt, hogy a hidrogénnek van egy előnye, hogy a töltés az sokkal egyszerűbb, gyorsabb, és sokkal jobban hasonlít a jelenlegi operációnkhoz. Úgy látom, hogy van némi egyetértés, akkor ezek szerint, hogy a teher fuvarozásba lehet jövője, akkor ezek szerint így van. A hidrogénnek. ABB részről van ehhez hozzáfűzni való? Igen, mi is úgy gondoljuk, hogy ez a technológia terjedni fog, hiszen egy szép lassan terjedni fog, hiszen egy jövőben mutató és ígéretes technológiáról beszélünk. Amúgy az ABB-nek globális szinten szintén van érdekeltsége hidrogén előállításban, illetve hidrogén üzemanyagcellákban is. A tehergépjárművek vonatkozásában valóban a jelenlegi állás szerint ugye azt látjuk, hogy a hatótáv miatt ugye lehet egy jó alternatíva. Ez egészen addig igaz, amíg meg nem jelennek majd azok az akkumulátorok, amik már szintén jóval nagyobb hatótávot el tudnak érni, és akár az 1000 kilométeres hatótávok sem ördögtől valóak, de a töltési időt valószínűleg azt az 5 másodpercet, vagy ezt a 10 másodpercet akkumulátor technológiával nem biztos, hogy el fogjuk tudni érni. Amúgy a személygépjárművek vonatkozásában ugye a Toyota az egyik élharcosa a hidrogén üzemanyag cella népszerűsítésében, de én személy szerint azt látom, hogy az elkövetkezendő 10 évben a hagyományos tisztán elektromos járművek fejlődését és terjedését semmilyen mértékben nem fogja hátráltatni vagy veszélyeztetni a hidrogén üzemanyagcellás rendszer. Ugyanúgy meg el fognak férni egymás mellett, és mindenki bejárja a saját fejlődési útját. Köszönöm szépen. Hogy látják a villanyautósok? Befogadják a hidrogénes üzemanyagcellás járműveket, vagy... Szerintem egyáltalán nem ellentéteket kell keresni benne. Itt csatlakoznék az előttem szólókhoz, hogy minden, ami a fosszilistől kicsit elvonatkoztat, az csak jót tesz nekünk. A magánfelhasználói oldalról elég nehezen tudom elképzelni, hogy egy hidrogénkutat telepítsek otthonra. Viszont ahogy szóba került korábban, igazából minden egyes ház egy töltési pont. Ezt egy hidrogénkút nem fogja sohasem helyettesíteni. A hosszabb szállításban, hosszabb utakon, tehergépjárműveknél előfordulhat. Induljunk ki abból, hogy először az elektromos járműveket, elektromos meghajtású járműveket sem akarták úgymond befogadni a belső égésű motorosok, és mégis teret nyertek. Én ezért azt gondolom, hogy maga a mobilitás elég széles,
elég több meghajtás elfér benne, egész egyszerűen megfelelő felhasználásra, megfelelő üzemanyagot kell találni. Kicsit furcsán hangzik elhivatottként az én számból, de igenis még van olyan felhasználási mód, ahova mondjuk egy dízeljármű megfelelőbb, mint egy elektromos, és nem kell még a mostani technológiánál azt erőltetni, hogy aki napi 1000 kilométert megy üzletkötőként, akkor ő megállás nélkül lesz, töltés nélküli megállás nélkül megtegye. Tehát én inkább azt válaszolnám, hogy magánfelhasználói oldalról nem gondolom, hogy nagy jövője lenne, de az, hogy a mobilitásban hol fog szerepet kapni, azt meg majd a következő évek megmondják. Szerintem akkor rögtön kezdheted is a következő kérdéssorra a választ, hogy zárásként tenném fel a kérdést, hogy 2030-ra, ami már nincs olyan nagyon messze, 7 évre vagyunk tőle, milyen piaci részesedést vártok az elektromobilitásnak? Tehát mondjuk a saját flottán belül az új autók vásárlásánál, vagy a leasingelésnél, vagy tehát nyilván mindenkit mi érint, vagy milyen szempontból érint a kérdés? Utopisztikusan azt mondanám, hogy 100%, de nyilván ezt nem fogjuk elérni, és nem is kell, hogy elérjük, nem gondolom, hogy szükség van rá. Volt egy nagyon jó kis cikk, ahol előkerültek az 1900-as évekből fotók, amikor még a lovaskocsik mentek New York utcáin, és az 1900-as évek elején éppen hogy csak egy-két automobil volt az úton. A nagyjából 10-15 év alatt körülbelül nullára redukálódott a lovaskocsiknak a száma. Én nem azt mondom, hogy itt is így lesz, de ugyanazt az exponenciális növekedést várom, mint ami itt az elmúlt 1-2 évben megvolt, hiszen az látszódik, hogy egyre nagyobb akkumulátorral látják el az autókat. Tényleg most már simán meg tudja ezt tenni egy átlagos családban anyuka, hogy hétfőn beül az autóba, elrohangál a szokásos iskola bevásárlás munkahely Bermuda háromszögben egész héten, és pénteken hazaérkezik, és otthon akár csak a 220-as hálózatára, megerősített biztonságos hálózatára csatlakoztatja az autót, és hogyha nem azzal az autóval mennek tovább, egész hétvégén feltölt a kocsit. Tehát exponenciális növekedést várok mindenféleképpen. Hát ha a globális mutatószámokat nézzük, vagy előrejelzéseket tanulmányozzuk, akkor azt lehet mondani, hogy 2030-ra az új járműértékesítéseknek nagyjából a 30-40%-át fogják kitenni az elektromos járműértékesítések, és nagyjából 30 és 35 közé várható ez a fordulópont. Magyarország vonatkozásában ugye területileg egy kis országról beszélünk, és ez az 5-600 kilométer gyakorlatilag azt a hatótávot jelenti, amivel az ország bármely pontjáról A-ból B-be el tudok jutni, vagy ha Budapestet veszem ugye alapul, hogy gyakorlatilag Budapestről kiindulva 5-600 kilométeres hatótávval az ország bármely pontjába el tudok jutni, úgyhogy töltés nélkül vissza is érjek. Tehát én azt mondom, hogy Magyarország vonatkozásában én egy kicsit optimistább vagyok, tehát olyan 2030-ra a 40-50%-os arányt is én úgy gondolom, hogy el tudjuk érni, vagy ha nagyon optimista vagyok, akkor már 2030-ra már megtörténhet Magyarországon a fordulópont, és ezt az optimizmus mondjuk arra is alapozom, hogy ABB vonatkozásában például mi Magyarországon a teljes gépjármű flottánkat ilyen 2027-28-ra tervezzük, hogy teljesen átállunk elektromos gépjárművekre, tehát gyakorlatilag az a 100%-os értéket céloztuk ki. Igen, és hogyha azt veszük figyelembe, hogy Magyarországon az új autóértékesítések egy jelentős részét a céges vásárlások teszik ki, hogyha más cégek is hasonlóan gondolkodnak, akkor tényleg sokkal hamarabb elérhetünk egy viszonylag szép magas arányt. Hát százalékot elég nehéz mondani. Inkább úgy közelíteném meg a dolgot, hogy a városi disztribúciós vagy kisebb regionális feladatoknál tudom azt elképzelni, hogy ez az irány nagyon erős lesz. Tehát ott beszéltünk egy magasabb arányról is, tehát még a 50%-ot is el tudom képzelni. Ha a hosszú távú, vagy mondhatjuk így, hogy a hosszú kilométeres fuvar feladatokról beszélünk, ott inkább egy szerényebb százalékot mondanék, tehát ott 10% alattit. Inkább, de viszont nagyon sok minden attól is függ, hogy természetesen hogy alakul a töltőinfrastruktúra, mert azért nagyon sok mindentől függünk.
valamint hogy hogyan alakulnak át az ellátási láncok, mert van több versenyző technológia is, és egy nagyon fontos elem, amit nem említettünk, de nem szabad elfelejteni, az ugye a vasútnak a szerepe, és az intermodalitás. Mi, mint Vábrez csoport, ebbe is nagyon hiszünk, és reméljük, hogy a közútról lesz egy jelentős átterelődés a vasútra, és ez egy kicsit megborítja ugye az arányokat, amit a mostani számok alapján tudnánk mondani. A terveink szerint, amit ugye kitekintést adtunk a tulajdonosnak, és nekem nagyon, nagyon kicsit progresszívnak hangzik. Remélem, szerint 2030-ra azért a flottának az egyharmada az elektromos busz lesz, tehát olyan 2000 körül, és a nagy terve, amely a 2035-40-re a felét azt mindenképpen elektromos buszra szeretném lecserélni. És nyilván nem csupán azért, mert hogy ezzel tudnám biztosítani, nyilván méretből fakadóan azért az energiabiztonság, energiaellátás, maga az importfüggőségnek a csökkentés a fosszilis energia tekintetében, hiszen azért a volánbusz a méretéből fakadó, ami azért mi elpöfögünk 120 millió liter gázolajat, tehát lényegében a MÁV után vagyunk a másik legnagyobb felhasználók, és maga a károsanyag kibocsátás tekintetében is elég komoly lábnyomokat tudunk hagyni, hanem egyszerűen a mateknak a kérdése. Tehát, hogy az teljesen nyilvánvaló, hogy a fosszilis energia, a gázolaj az olcsóbb nem lesz. Tehát az most is lehet látni. Ugye nekünk még, ha hozzáveszünk, ugye még az AdBlue-nak a plusz költségét is, akkor egyszerűen azt látjuk, úgyhogy ha mi képesek leszünk, amint említettem, nagy projektem, hogy a különböző telepeinken saját magunk termeljük meg az áramot, ami azt jelenti, hogy kvázi ingyen üzemanyag hozzáféréshez juthatnénk, akkor nem kérdés, hogy maga közgazdaságtanilag vagy matematikai is értelmezhetővé válik az átállás, és nyilván mint a vállalatnak a vezetője, azért fontos, hogy olyan projekteket generáljunk, ami mondjuk a matek szintjén is megáll, úgy, hogy természetesen az ellátás biztonságot nem veszélyezteti, tehát a szerződési kötelem, amit az állam és a volánbusz között létezik, azok, amit teljesíteni tudjuk. Úgyhogy ilyen szempontból nagyon, nagyon ambiciózusak vagyunk, és ezt egyáltalán nem tartom lehetetlennek. És ugyanúgy szerintem a személyi közlekedésnél is, nyilván a felhasználói magatartás nagyon fontos. Jelen pillanatban ezek az új benzines kocsik képesek 4 literre elketyegni, tehát ezzel, és megnézzük egy elektromos autót, akkor milyen ára van, de hogyha nyilván ezeknek a benzinára, az üzemanyagára nem 6-700 forint, hanem 1500 forint lesz, akkor a háztartások nem teljesen hülyék, tehát akkor fogják magukat és le fogják váltani. Tehát szerintem ez nagyjából ez lesz, és mint említettem, maga a fosszilis kérdése, amit ugye trendeket nézzük, azok egyáltalán nem csökkentek. Míg elektromos áramot, és ugyanúgy a hidrogénhez visszatérve, egy hidrogént is áramból tudunk többek között előállítani, annak meg szerintem a költséggörbéje lejjebb fog menni. Tehát hosszú távú trend az lesz, hogy az áram az nem 300 forint lesz, vagy most 75 forint per kilowatt, hanem le fog menni szerintem ilyen 20-25 forintra. Ez lesz valahol a kérdéskör, és a háztartások is fogják kockáspapírt kiszámolják, és azt mondják, hogy drága barátaim, hát az a helyzet, hogy 4 liter fogyasztású benzines autó sokkal jobban megéri egy kis elektromos autót venni, mert a költség az ennyi. Szerintem úgyhogy komoly jövő Magyarország esetében. Tehát, hogy nyilván a kis hazánkat, ahogy itt a kolléga említette, ez a 600 km, én is mindig azt mondom, hogy hova megy az ember Balatonra, Tiszatóra, az kb. Ennyi, meg egyszer Horvátországba. Tehát, hogy olyan nagy távolságok nincsenek. Úgyhogy maga a földrajzi adottság is szerintem arra predesztinálja az országot, hogy az elektromobilitás az progresszívan menjen végig. Az egyharmados flotta arányt azt le lehet úgy fordítani, hogyha figyelembe vesszük a 10-15 éves futást, hogy akkor néhány éven belül el kell kezdeni gyakorlatilag a beszerzésen belül az összes, vagy legalábbis nagyon nagy részét az frissen beszerzett állománynak elektromosra váltani ahhoz, hogy kijöjjön mondjuk az egyharmad. Így van. 2030-ra? Abszolút, így van. Ugye itt a gyártókkal, tehát hogy a gyártókkal nagyon komoly kapcsolat van nyilván, itt a BYD, a Mercedes, vagy akár az Icarus is kiváló termékeket, vagy az MAN-nek beszélünk. A problémám az, hogy mert mi vagyunk Európa legnagyobbak, úgyhogy egy kicsit az van, hogy mindig tréningelem mindjárt a gyártókat, és már mondtam nekik viccesen, most a Daimler volt legutóbb nálam, hogy amúgy ezt most már fel fogjuk árazni,
hogy milyen fejlesztéseket kellene csinálni. Nyilván mi is, tehát vannak kérdőjelek, az akkumulátor kérdése, hogy akkor milyen a degradációs görbéje. Ugye szerződéssel nyilván lehet fedezni kockázatokat, hogy azt mondom, hogy 10 évre ugye biztosítom neki a garanciát kell biztosítani 10 évre, de ha 15 évet számolok, akkor ő mit mond erre, és akkor ugye mi lesz a 15. év után, és nyilván nekem vannak elképzeléseim, de azért ezekre még nem nagyon találtak ki jó megoldást. Szerintem pénzügyileg lehetne Kínába leasingelik az akkumulátorokat, tehát ugye mondom az MAN-nek is, meg a Mercedes-nek, vagy akár legutóbb a Scania-nak is, hogy hát leasingeljék be. Tehát maga az akkumulátor leasingelése pénzügyileg én jó oldalon vagyok, akkor már finanszírozható vagyok, tehát egészen a problémája az, hogy maga az elektromos, és ez a finanszírozási kérdéskör, hogy az elektromos buszt azért a bankok nem szívesen finanszírozzák. Tudnélik, ugye nem likvid termék, nem tud rögtön értékesíteni, hogyha nem fizeted a törlesztőd, akkor a becsődöd, akkor mit fog csinálni, hogyan tud értékesíteni, nem tudjuk pontosan az akkumulátorba például. Nincsenek szabványok, nincsenek mérési mérőrendszerek, hogy az akkumulátornak, oké, 3 év után most akkor valóban mennyi a teljesítmény? Van még 350 kávéjá, vagy csak 200, vagy 100, vagy tudom is én mennyi. És a bank meg azt mondja, hogy drága barátom, ez kockázat. Tehát, hogy azért itt maga a finanszírozási oldalról is komoly kérdések vannak, csak nyilván ezt a gyártóknak kell, hogy meg azért tréningelem őket, meg sokat beszélgettünk itt a kollégák, hogy legyenek szívesek, tehát támogassák az én oldalamat is, hogy nyugodtan oda tudjak állni a tulajdonos felé, hogy igen, üzembiztos, rendben vagyunk, pénzügyileg fedezve, és nem az történik, hogy akkor itt teljesen ilyen felelőtlenül veszek 2000 elektromos buszt, amit mondjuk 8 év után dobhatok ki az ablakon veszélyes hulladékként, hogy ezeket be kell a könyvembe. Tehát, hogy azért ezek komoly kérdések, de haladunk, tehát, hogy nincs ezzel baj, csak a gyártók, ugye ők még nem nagyon érzékelik ennek a problémáját, ellenben különben a kínaiakkal, akik ugye ebben a technológiában jóval előrébb járnak, és a finanszírozási mindsetjük is sokkal előrébb van, mert nyilván ott egy technológiai ugrást hajtottak végre, és például egy kínai gyártóval jobban megértjük egymást maga ezekben a finanszírozás, a technológia, az akkumulátornak a másodlagos felhasználása, mint egy európai gyártóval. Az eredeti kérdés még adott, ugye, hogy milyen arányú lesz az újonnan forgalomba helyezett autók között az elektromos. És itt most a tisztán elektromost. Én szeretném a tisztán elektromosokra tenni a hangsúlyt itt. Igen, ez szerintem kicsit ilyen nehéz kérdés, így nem is biztos, hogy szívesen mondanék rá számot, ugye most Magyarországon elég nagy a hibrid arány, ami egy kicsit ilyen becsapós dolog, mert mondjuk egy hibrid autónak a gyári adataiba szerepel egy 2,5-as fogyasztás, ami ugye akkor igaz, hogyha az ember ezt rendszeresen és napi szinten tölti, ami azért nem feltétlenül valósul meg. A legtöbb vállalatnak vannak ESG törekvéseit, ezt szeretnének zöldíteni. Most a hibrid az egy nagyon jó ilyen szürke zóna arra, hogy zöld rendszámtábla, de mégiscsak ott a tartalék benzinmotor ugye erre. Úgyhogy ez is kérdés, hogy ebbe a szürke zónába még meddig fogunk mozogni, és talán még az a nagy kérdés, hogy szabályozásban mikor fog a magyar állam egy kicsit mellénk állni, és a töltési elszámolásra valamilyen jogi megoldásban segíteni nekünk. Hogyha ez megtörténik, akkor mernék mondani egy 30%-ot. Ez ugye a forgalomba helyezett autók 30%-a lesz, tehát az adott évben forgalomba helyezett autók 30%-a lesz tisztán elektromos. Céges flotta szinten, igen, mindenképpen. Én egy picit optimistább vagyok, mint Eszter. Én azt mondanám, hogy 40% lesz. Mégpedig ezt arra alapoznám, hogy én az infrastruktúrában válok viszonylag sok vagy nagyobb lépéseket 2030-ig. Ugye várhatóan a jövő évben hatályba fog lépni az uniós rendelet, amit AFIR néven szoktak emlegetni. Ez gyakorlatilag szerintem két fontos dolgot tartalmaz. Egyrészt azt, hogy nem kell már 30 applikáció a telefonra, tehát hogy lehet majd anélkül használni a közterületi nyilvános töltőberendezéseket, hogy előre regisztrálni kelljen.
Tehát oda megyek bankkártyával, pont ugyanúgy, mint ahogy egy benzinkútnál is tankolok. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy a töltési infrastruktúrában azért várható jelentős ugrás. Egyébként én a magam részéről például a töltés, mondjuk a töltőhelyeknek a sűrűségével alapvetően együtt tudok élni, viszont a teljesítménnyel nem. Tehát szerintem az 50 kW-os töltőberendezések, amik Magyarországon a DC töltőknek a 95%-át adják, Az bizony kevés, úgyhogy örömmel hallottam, amit a Norbert mondott, hogy a nagyobb teljesítményű DC-töltőkre jóval nagyobb a most már az igény, és ha még emellé párosulna mondjuk az, hogy differenciált áramdíjakat hoznak be az áramszolgáltatók, tehát mondjuk ezzel is akár arra ösztönzik, akár a céges felhasználókat, akár az otthoni felhasználókat, hogy akkor töltsék az autójukat, amikor az áramszolgáltatónak is megéri, akkor meg aztán még lehet, hogy ezt a 40%-ot túl lehet lépni. Köszönöm. Köszönöm szépen a résztvevőknek. Nem tudom, hogy ugye az elején arról beszéltünk, hogy biztos, hogy lesznek kérdések, feltételezem, hogy lettek. Most lenne az ideje, hogy ezeket akkor föltesszük. Online is érkeztek kérdések, esetleg a chatbe is, igen, tehát hogy az online résztvevők kérdéseit is várjuk a chatben, de akkor addig, amíg azok nem jönnek, mert akkor félrejtettem, nem jöttek még, akkor, hogyha a helyben itt van valakinek kérdése, akkor adok egy mikrofont, és akkor. Nagy János vagyok a Volvo galériából, és Eszterhez lenne egy kérdésem, ami kicsit szakmai talán. Ugye mondtad, hogy annak érdekében, hogy versenyképesek legyenek az elektromos autóknak az árazása, kicsit feljebb pozícionáljátok a maradványi értéket. Nem látsz-e rizikót annak fényében, hogy a zömében itt az elektromos autóknak, áraknak a csökkenését jósolják a volumennek a növekedésével? Igazából lehetünk valamennyi rizikót ebben, viszont elköteleztük magunkat abban, hogy ezt a trendet támogatni fogjuk, és hogy mi is támogatni fogjuk a vállalatokat a zöldülésben. Úgyhogy ezt a rizikót úgymond egyelőre figyelmen kívül hagyjuk. Itt is főleg egyébként kiemelt rizikót abban látunk, hogy jobb és jobb akkumulátorokkal lesznek szerelve az autók, és esetleg a régi általunk visszaadott már 5 éves modellekbe nem olyan akkumulátorok vannak, amit egy használt autóvásárló szívesen megvásárol egy 5 éves korában. Úgyhogy ez az a fő rizikó, amit látunk, de egyelőre nem büntetjük úgymond az árazásban, mert szeretnénk mindenféleképpen a zöldülést segíteni. Üdvözlök mindenkit, én Fácán Gergely vagyok, a Volvo Hungária kereskedelmi igazgatója. A János ugye Volvo galériától volt, ő a személyautó, én pedig a kamion oldalt képviselem. És hogyha megengedi a hallgatóság, akkor nagyon sok jó téma volt, és egy-két kiegészítés, hogyha megengedik, akkor hozzátennék, és utána persze kérdésem is lesz az ABB-hez. Egy picit úgy érzem, hogy meg kell védenem itt a teherautó üzletágat, mert ugye nagyon sok előnyét hallottuk az elektromos járművek üzemeltetéséről, hatótáv, töltés, stb. És azért tudni kell, hogy a teherautóipar nagyon sok technológiában élenjáró, itt viszont egyértelműen az elektromobilitás terén sereghajtók vagyunk. Ennek az egyik legfőbb oka az, hogy amíg egy személyautó mondjuk egy 1,5 tonna önsúlyról tudunk beszélni, és teljes terheléssel, kb. 25%-kal nehezebb, tehát csomagokkal és a teljes családdal együtt sem több mint 2 tonna, ezzel szemben mondjuk egy teherautó, és a Waberers által üzemeltetett kamionról beszélünk, akkor 15 tonna önsúlyú és 44 tonna össztömegű, tehát a saját súlyának a 3-szorosát kell cipelnie. Tehát azért ez egy nagy technológiai kérdés volt ezt megoldani. A másik a rendelkezésre állási idő, és itt el is hangzott Ágnes részéről, hogy azért általában a járművünk a személyautó esetén a munkahelyünk előtt parkol, vagy éppen az udvarunkban, a garázsunkban. Én úgy tudom, hogy ha jól láttam egy statisztikát, egy átlagos magyar személyautó az a nap 24 órájának talán 4-5%-ában mozog. Ezzel szemben egy teherautó ideális esetben, mondjuk belföldes feladat esetén is 45-50%-ban mozgást végez. Egész egyszerűen a vezetési időkből is ki lehet ezt találni. Tehát innentől kezdve
az a technológiai feladat, ami egy személyautó esetén könnyebben orvosolható volt, és 10-15 évvel ezelőtt meg tudták oldani. Ezt mi, mint teherautógyártók, csak a közelmúltban tudtuk teljesíteni. Egyébként büszke vagyok arra, hogy a Volvo az első teherautógyártó egyébként, aki az összes termékét szériában gyártja már elektromos változatban is. És még két megjegyzésem lenne, ez is csak azért, hogy alátámasztom a Krisztinának a nagyon pontos és nagyon jó megjegyzését és információit, hogy mitől ilyen drága egy elektromos teherautó. Hát részben a kis darabszám miatt és az akkumulátor ára miatt maga a beszerzési ár és ezáltal az előállítási ár magas, viszont itt szóba került Eszter részéről egy magasabb maradványérték. A teherautó esetén egy jóval alacsonyabb maradványértékről beszélünk, ennek pedig az az oka, hogy a használt teherautóknak a 80%-a az Európán kívül kerül értékesítésre. Tehát amíg számolhatok arra, hogy egy 4-5 éves személyautót Magyarországon belül fogok tudni eladni, de egész biztos Európán belül, vagy nagy eséllyel Európán belül, úgy például a Waberers által felénk leadott használt teherautóknak 10-20%-a marad Magyarországon, a maradékból körülbelül még egy 5-8% tőlünk keletebbre, de Európán belül marad, és a nagy tömege, tehát 70-80% az Európán kívülre megy, és ezek az országok, vagy ezek a kontinensek ebből az új technológiában fényévekkel vannak lemaradva, tehát ők csak belső égésű motorral ellátott járműveket akarnak vásárolni. Tehát ezért nem tudjuk mi azt biztosítani, hogy kompenzáljuk a magas beszerzési árat, és egyébként ezért vagyunk napi szinten kapcsolatban az üzemeltetőkkel, hogyan tudjuk egymást segíteni, és ezt a folyamatot zökkenőmentesebbé tenni. Illetve még egy dolog, a karbantartásra vonatkozóan, nagyon jól összefoglalta ezt is Krisztina, teherautóból nincs még 8-10 éves, mi sejtjük, hogy, illetve azt mondjuk, hogy 8 évet egész biztos ki fog bírni az akkumulátorunk, és azt mondjuk, hogy nagy valószínűséggel 8 éves korában az eredeti kapacitás 80%-át fogja tudni, de ezt 100%-ra hiteltelenek lennénk, ha ezt kimernénk mondani, ezt ígérni tudjuk, ezért gyakorlatilag a karbantartási szerződések beárazzák az esetleges akkumulátor cserét is. Hiszen egy karbantartás javítási szerződés az egy szóval lefordítva üzemeltető szemszögéből olyan, mint egy teljes garancia lenne. Innentől kezdve az akkumulátor is az autó része, tehát ezt is be kell árazni. Ezért van az, hogy sajnos jelenleg még az elektromos teherautók nem kedvező üzemeltetési költségeket jelentenek, hanem hátrányos költségeket. Ennyi lett volna a megjegyzésem, és köszönöm, hogy meghallgatták. És a kérdésem pedig az elektromos infrastruktúrára vonatkozna a Norberthez, ugyanis a Krisztina azt látja, hogy a mai infrastruktúrával akár 50 elektromos teherautó is a cégcsoport flottájába illeszthető lenne. Én pedig úgy látom, hogy ha a jelenlegi hatótávolságunkat nem oda-vissza, tehát felezve kellene kiszámolni, hogy telephelyről indulok, telephelyre érkezzek, hanem az úti célom végén, tehát adott esetben mondjuk Nyíregyházan tudjon az elektromos teherautón végezni és ott tölteni, akkor azt jelenti, hogy azonnal 200-300 jármű is akár a Waberers flottájába illeszthető lenne. Viszont ami az én rémálmom, hogyha most megnézzünk egy kamion parkolót, akkor azt látjuk, hogy az M3-os mellett nagyjából 40-50 kamion parkol ott egyszerre. Ha annak a fele elektromos lenne, akkor arról beszélünk, hogy egy 25 jármű szeretne tölteni. 540 kW-os akkumulátorcsomagok vannak a járművünkben, és 250 kW-os töltésfelvételre képes DC töltőről. Azt tudom, hogy töltőt kiépíteni valószínűleg lehetséges, hiszen nem hiánycikle lehet ezt gyártani. De ha én egymás mellé teszek 25 gyors töltőt, milyen hálózat az, ami most rendelkezésre áll, egyáltalán képes-e a mai hálózat, látva itt a napelem botrányokat, az emberben nagyon sok kérdőjel felmerül ezzel kapcsolatban. Tudunk esetleg információt kapni erről? Hát igenis, meg nem is. Ugye az áramszolgáltatási infrastruktúra fejlesztéséért ugye nem mi vagyunk felelősek, hanem az áramszolgáltatók. Nyilván mindenki érzi, hogy a leggyengébb láncem ebben az infrastruktúrában egyrészt az akkumulátor, a másik pedig az áramszolgáltatói hálózat.
Ugye lehet az egyik megoldás, amikor saját beruházásba az ott telephelyeken próbálsz megkiépíteni egy nagyobb teljesítményű töltőparkot, és nyilván beruházol abba, hogy ott energiát fogsz bővíteni, vagy esetleg valami napelemes rendszerrel próbálod, és esetleg egy akkumulátortárolóval próbálod meg áthidalni azt az időszakot, hogy nem tudsz egy bizonyos pillanatban túl akkora nagy energiát, tehát több megawattos teljesítményeket levenni a hálózatból, hanem azt az áthidaló időszakot ugye egy napelemes rásegítéssel, vagy egy akupakkos tárolással esetleg ki tudod bővíteni, vagy pedig a türelem, hogy megvárjuk még az energiaszolgáltató fölnő hozzá, és ki fogja tudni építeni azt a transformátorhálózatot, vagy belefektet abba a transformátorhálózat képítésbe és a kábelek kivezetésébe, hogy ott akár a telephelyen több megawattos teljesítmények elérhetőek legyenek. Ugye a jó hír az, amit említett Ági is, hogy az AFIR erre Európa szinten ugye jelentős támogatásokat nyújt a töltőhálózat üzemeltetőknek, illetve szolgáltatóknak, tehát jelent nagy számban várható, hogy a közeljövőben nyilvános töltőállomások is akár ilyen 150-200-300 kilowattos töltési teljesítményekkel elérhetőek lesznek. Magyarországon sajnos az a szomorú helyzet, hogy ebből még nincs olyan sok, tehát kénytelen vagy, ha most váltanál ekkora létszámú autóparkra, akkor teljesen igazad van, és teljesen átérzem az aggodalmat, hogy valójában nem fogod tudni föltölteni egy éjszaka alatt azt mondjuk 10-20 elektromos kamiont, ahova 500 kW-os akkumulátorral fejenként, tehát még úgy sem, hogy azt mondod, hogy például ami egy ilyen flotta üzemeltetőknél egy megoldás lehet, ha pontosan tudom azt, hogy mekkora akkumulátorom van, hány darab gépjárművem van, viszont CAPEX-ben nem akarom lekötni az áramszolgáltatótól a több megawattos teljesítményt, akkor léteznek erre terhelésmenedzsment optimalizáló szoftverek, amikkel pontosan kiszámolja azt, hogy ettől eddig ezt az autót fogom tölteni, mert tudom, hogy ekkor érkezett és ekkor kell kimennie, aztán a felhasználó már rádugta a másik autót is, de azt majd csak azután indítja el, amikor ezt befejezte. Tehát ezzel mondjuk beruházási költségben lehet egy kis optimalizációt elérni, de teljesen igazad van ebben, hogy jelenleg az elektromos hálózat vagy az infrastruktúra nem képes ekkora energia beadására, de optimisták vagyunk, és bízunk benne, hogy fel fog nőni a feladathoz a magyar áramszolgáltató is, és akár uniós erőforrásokat, vagy akár magyar állami támogatást is igénybe véve, itt gombamód fognak épülni az új több megawattos trafóállomások és az elektromos hálózat. Ideális esetben ez üzlet. Tehát ha másból nem indulunk ki, akkor emiatt lehet, hogy ez működni fog. Még egy kérdésre marad időnk. Weibli Magyar József vagyok, ABB munkatárs. Itt igazából egy kiegészítést szeretnék tenni, tehát itt nem elsősorban az áramszolgáltatókra kell gondolni, hanem egy lépést hátra. Az átviteli hálózati probléma, mert gyakorlatilag az áramszolgáltató csak azt tudja elosztani, amit az átviteli hálózat megtermel, vagy megvásárol. Na most itt az a jó hír, hogy Európán belül egy nagyon erőteljes együttműködés van, tehát itt gyakorlatilag vannak lehetőségek arra vonatkozóan, hogy kiegyenlítő energiát vásároljunk. De hát ugye az áteresztő képesség is véges, meg ugye általában ilyen 15 perces menetidőkkel, vagy tervezési időszakokkal kell számolni. Ez az egyik dolog, de ez szerintem áthidalható. Kettő, gyakorlatilag itt nem esett szó róla, de ez azt hiszem, hogy távlati dolog, hogy az elektromos autókban az akupak, az gyakorlatilag egy puffer energia is lehet, tehát akkor, amikor nem használjuk, és a töltöttségi állapota, vagy a töltöttségi állapota megengedi, akár vissza is táplálhat. Tehát gyakorlatilag egy terciár szabályozó energiaként is tud működni, amit természetesen valahogy valamilyen módon
pénzügyileg is le kell majd kezelni, tudni kezelni, tehát hogy egy kétirányú energia áramlást meg lehessen oldani. Én egyébként inkább a, hogy is mondjam, csak a, én nem vagyok pessimista, én nagyon, nagyon optimista vagyok. Gondoljunk csak arra, hogy 61-ben Kennedy azt mondta, hogy az évtized végére a Holdra eljutnak, és eljutottak. Tehát én úgy gondolom, hogy olyan technológiai újítások vannak még benne ebben, tehát ezen az oldalon, ami, amit most még nem látunk, és az évtized végére szerintem akár magasabb is lehet az új villanyautók aránya az új üzembe helyezett autók arányában. Köszönöm szépen. Akkor szerintem nagyjából kifutottunk az időből. Szeretném megköszönni a panelbeszélgetés résztvevőinek, illetve a megjelenteknek, hogy itt voltak, és az online csatlakozóknak is, hogy végigkövették ezt az eseményt. És hát szerintem várunk mindenkit jövőre is. Nem tudom, megígérhetem-e, hogy lesz ilyen rendezvény, de mert ezt nem beszéltük meg, de most itt az AVB nevében meginvitálom a jövő évi rendezvényre is mindenkit. Köszönöm szépen!